Élőszervesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! 6 óra után 5 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Ilyen korán gyerekek, azt a mindenség itt neki. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A lendületes pénteken csak így lehet kezdeni. Igen, nagyon korai a kezdés, nagyon korai, 6 óra 5-ös kezdés, hát ez egészen... Egészen szép tőlünk így, nem? De hát ha láttam, hogy 58-kor véget értek a hírek, hogy 59-kor, úgyhogy megint elmondtam pár. Hát elmondta a fontos dolgokat. Szitok szót, azt. Tessék? Oh. Érdekes, azt nem hallottam egyet sem. Hát az, ja? Hogy esik, az mindig esik. Újabb 2 centi eső. Nagyon jó esen. Essen csak most, én nagyon örülök ennek az esőnek. Ez kifejezetten, nem tudom mikor volt utoljára évek óta, hogy én örültem volna kifejezetten annak, hogy esik. Essen csak nyugodtan, mert nagyon kell a természetnek. Úgyhogy... Igen, nem, most valahogy én is ki vagyok vele békülve. Már amit most Pesten van reggel, az nem nevezhető esőnek valamilyen. Hát igen. Szemerkélés. Szakadt végig, ahogy jöttem. Igen. Én egy órával korábban jövök, mint te majdnem, de egészen a városban is még, ahogy bekanyarodtam, úgyhogy akkor ez most csitult csak el. Nem, de már most még azt ígértek, hogy még 2 centit hozzátesz az időjárás. Nagyon-nagyon kell, úgyhogy én érzem a levegőn is, hogy végre kimost ezt a rohadt porta. Engem totál hazavágott ez is, meg az is, hogy minden csont száraz. Olyan szép lesz majd hétfőn, kedden, valószínűleg majd kicsit kisüt a nap, és abban a pillanatban, hogy bam, berobban a természet, na az lesz aztán. Igen, az jól fog kinézni. Hát már tök jó lesz. Igen, az esőben gazdag jó reggelt, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy igen, egy Tomi ajánl egy Netflix filmet a kriptóról, majd mindjárt kifotózom, megnézem. Lionel Messi, gyerekek. Az új kriptoguru. Kripto nagykövet lehet. Hát ezt komolyan mondom már. Itt már mindent lehet. Kripto nagykövet. Valószínűleg valamelyik nagy kriptocég megvette. De ő ilyenkor minek a nagy követe? Az, hogy egyébként higgy a kriptóba, tehát tök mindegy, nem hiszem. Vagy egy, tehát ő van egy bitcoin, szám a szerződésén. Vagy... Igen. Én nem gondolnám, hogy ő tudja érté tanulmányozni órákat, ja, nem úgy, hónapokat nem fektetve. Nem globálisan a kriptopiacnak lett, nem, vagy egyféle nem. Kriptónak lett a nem, hát követe. Nem tudsz a globálisan a kriptopiacnak lenni, mert az olyan, mintha a sportcipő nagykövete lennél. Aha. Tehát, vagy a, nem tudom, az üdítőital nagykövete. Az nem kifizet. Aha, ugye, mindenki. Tehát, mindenki. Ha okos a Messi, akkor mindenki. Tehát kiadja a lóvét. Nem, valószínűleg valamilyen kriptó, majd elolvasom, valamilyen kriptós cég, kriptotőzsde, kriptós cég, kriptobefektetéssel, váltással foglalkozó cég. Aha. Valami ilyesmi lehet a háttérben, majd megnézem mindjárt. De most olvasom én is, hogy Messi lett az új kriptó nagykövet. Szívesen beszélgetnék vele a kriptóról. Hát lehet, hogy megennéd. Hát igen, viszont előben aztán egy viszont labdát, mutatna, akkor nem, egy szerződést. Aha, és ez valamikor nem tudom, mire írok alá. Nézd, 16 millió euró egy év. Úgyhogy tőlem mindegy, hogy Binance, vagy Bitfinex, igen, vagy tök mindegy, vagy Crypto.com, nagyon okos vagy teljesen vagy mindegy. Nagyon okosokat mondasz, nem mindent értek, amit most így felvezettél nekem, de nézd csak itt egy pillanatra, számold össze, vagy szóval nullákat össze tudod számolni? Mert én nem, de nem is nagyon érdekel, mert nem is az én dolgom, hanem a könyvelőmé. Na, szia! Igen, azt mondom, amit hallani akarnak. Éljen a kripto, éljen a bármi. Igen. Biztos, hogy nagyon komoly összeget kapott. Hát ugye... igazából már ugye Forma 1-et is, nem is tudom kicsoda, kit láttam, de úgy örültem, Forma 1 szponzorként valamelyik malázsiai szingapúri pályán már megjelent a kriptós hirdetés. Azt hiszem csapat, gondoltam, biztos a ház, ők mindent bevállal. Hát ha pályán akarsz maradni. Egyéb, hát ők hello. Egyébként tényleg ilyen kis csapat, hát meg kell becsüljük minden sponsort. Igen, úgyhogy gratulálunk Messinek. Hát elhoznám a szerződését szívesen az orra elől, amit ő ezért megkapott euróban vagy dollárban, de hát ez így kezd a kriptó begyűrűzni. Eldöcögnénk a felével is szerintem. Bizony. Hasztalat, mennyi lóvé nekik, ez, és ez csak egy. Ez csak egy a sok szponzori szerződés közül. Hát igen, igen. És nem is kell, hogy értse hozzá, nekem nem érdekes. Messi csinálja, akkor az biztos jó, csináljuk mi is. Tehát, hogy ez... Nagyjából így történt. Meggyőző a pályát, meggyőző a tőzsdén. Hát nem baj, azt, hogy csak csinálja, tolja, ti higgyetek benne, én meg kapjam vissza azt a rohadék 4000 forintot, érted? Bármikor. Amit befekt. Most úgy állunk, hogy most azt mondod, hogy... Nem, hát te vagy a befektető, amikor mondod. De oké, de nem akarok 3500-ön kiszállni. 3500 nagyjából most forintot. Én nullán vagy. Nullán vagy, akkor nagy öröm ez. Nagyjából nullán vagy. 3003-on adtad, nagyjából ott van az Ethereum. Ez a hülyének is megérte ez az egy év.
mióta benne vagyok. Jó. Szerintem teljesen jó befektetés. Jó, tehát teljesen jó. Figyelj, nem buksz rajta. Gondolkodj úgy, hogy volt mennyi 4000 forintod? Igen, 4000 forintom volt, amit odaadtam a gurunak. Biztos lett volna 4000 forint a számládon, amihez egyébként nem nyúltál volna hozzá, nem? Úgyis elvertem volna? Nem, már úgyis ott maradt volna, érted, a számládon. Mert a számládon van pénz. Abban van 4000 forint. Okay. Sok 4000 forint, és az egyik 4000 forint az nem nyúltál volna hozzá, amúgy se, nem fiatal volna semmit, nem buktál volna, akkor meg nem mindegy. Így. Na, és azért kalandoztál egy kicsit. Hú, te na, nagyon! Hát azért, azokat a bulikat, amiket én átéltem. De hát azért volt pesgés. Na, majd várjuk a fejleményeket. Igen. De nincsen benned kudarc élmény vagy csalódás, hogy akár ez 4200 forint is lehetett volna. Nincs. Mivel ekkora összeget tettem bele, ezért nincsen. Jaj, a zsuga! Crypto.com, kösz, igen. De basszus, el is felejtettem volna, Jani. Hallott, hozta a kis pénzem. Nagyon helyes, nagyon helyes. A Viri csalóvét, 20-askát adjon neked. Ma nekem eszembe se jutott, én tegnap megelégeltem, nem 20-acska, az 25 az. Már úgyis ezt... Figyelj, ami jár, az jár, hogy... Ott... Még egy ötös tegyél mellé, az ami jár, az... Igen, azt mondja, de úgyis elfelejtettem volna, de azért sürge. De nem azért, mert számolom, de a 20-at nem 20-at. Keresem már meg az 500 forintos ném között. Adhatsz 500-asokat is. Tessék. Jó, az jó lesz. 25-öt kell. Az nem kevés. Az nem kevés azért. Az... Állj előtt is. Jó, az nem kevés. Szerintem, jó, Zsül. Csajok, vegyek nektek ma valamit? A Anna, pénzemből. Vegyek valamit ma? Viki, hát, mire vágysz? Na? Akkor majd hozzassam? Azt a szabálymódosítást. Azt majd, majd szól mi az új szabály. Igen? Igen? De igen? Mi az új szabály? Kérlek szépen. Mindjárt kitalálom. Ja jó, na oké, akkor legyen így. Gyerekek, hát még van időm. Hát nekem fél óra. Tök mindegy, csak még egyszer ne kelljen 25 rúgot. Kicsengetnem, jaj. Játékpénz természetesen. 25 játékpénz. 40, 4x3, 120 ezernyi játékpénzt kerestem ebben. Rohadjon a farzsebedbe. Nem rohad az, mert nem marad benne. Sokáig Annácska már bejelentkezett. Egy parfümér. Egy jó kis parfüm. Parfüm. Menjen el a gázszámlátokra. Az el fog szállni. Egy táska. Az el fog szállni. Putyin gondoskodik róla. Lehetünk. Putyin elintézi. Vásd át Ruberre felé, azt neked szerintem most kelleni fog, hogy lassan mindenkinek, hogy befizessük a... Most jött a hír, hogy nem akarnak Rubert, semmilyen Rubert nem akarnak, lehet fizetni euróba meg dollárba, majd átváltják ők. Mind a ketten egy kicsit más kommunikálnak, mindenki a saját sikerét kommunikálja. Rubelben kell fizetni, mondják az oroszok, az Európai Unió meg azt mondja, hogy nem kell Rubelben fizetni, hanem euróban fizetünk, aztán majd a Gazprom bankja leváltja Rubelre, vagyis az oroszokhoz már Rubelben folyik be. Ez mind a két félnek igaza van eset. Aha. Tehát végül is rubelben fizetsz, de eurót váltasz le rubelre. Tehát, hogy kénytelen vagy leváltani. De eurót adsz oda, de kénytelen vagy a Gazprommal leváltatni. Tehát meg kell történni a tranzakciónak. Tehát igazából igaza van a Putyinnak, hogy nekünk rubelben fizettek, és igaza van az Uniónak, hogy euróban fizettek, de mire a Putyihoz odaér, addigra te kénytelen vagy az oroszokkal rubelban leváltatni. Hát de egyébként is átváltatta Putyin a pénzét. Nem vagyok benne biztos. Hát azért. Amikor bement a boltba, mivel fizetett szerinted? Az hát azért az zöld has dolcsi, meg az erős euró van. Egy erős jelentését és spasszívával. Tehát a nyugat úgy kommunikálja, hogy meghátráltak Putyinék, a Putyinék meg úgy kommunikálják, hogy gyere haver, már pedig tudom, hogy te rubelben fizetsz, és szerez rubelt, de nálunk tudod leváltatni. Ezért ezzel szinten tartják a rubelt, ami a békasegge alatt volt, ugye, amikor kitört a háború, baromi jól visszakapaszkodott, és megmenekültek az orosz államcsőttől. Tehát tulajdonképpen az a fura helyzet van, hogy kicsit most mindenki azt kommunikálja, hogy ő nyert ebben a gázvitában, és egy kicsit mindenki nyert. De valójában váltanod kell, ha fizetsz. Úgyhogy ki van azért ez ügyesen találva. A Gazpromnak van egy bankja, oda te szépen bekecsölsz, ott valamilyen tranzakciós díjjel azt neked leváltják, biztos keresnek is rajta kicsit. Szóval, hogy mindenki méregeti most a másikét, és mindenki azt kommunikálja, hogy mi nyertük a gázcsatát. Uh-huh. Valójában senki nem nyerte meg. Vagy valójában mind a ketten megnyerték. És akkor most menedékvaluta lett a rubel is? A rubel nagyon durván kilőtt, igen. Tehát, hogy a rubel az ilyen háború előtti szintre jött vissza nagyjából, úgyhogy megmenekült az összeomlástól. Piacilag, üzletileg ez egy óriási húzás volt azért a Putyinéktól. Én szerintem ez is többek között az előre kitalált tervek végrehajtása volt része. Aha. Számolt ő ezzel meg szankciókkal. Nem fognak annyira
működni a szankciók ezáltal. Uh-huh. És hát... Hát 258-ról jött vissza 407-re. Tehát, hogy azért az nem rossz fél. Hát ha valaki esetleg bátran belevet, mi nem biztosítunk senkit, úgy emlékszem. Én nem olvastam sehol, hogy vegyél rubelt. Igen, hogy most rubelbe, de jó sokat, öcsé. Most fektes rubelbe. Jól járt, mi? Hát jól járt, igen. Ha bátrak, akkor igen. De nem tudod átváltani ezt a 4000 forintnyi Ethereumomat rubelbe? Rubelre? De szívesen, szívesen átváltam neked. Na. Hát, ha az nagyobb sikert hoz. 1000 rubel durván. Tényleg? Aha, persze. 1000 rubelt kapnál 4000 forintért? Aha. Az egyébként az, na, hát szerintem az egyébként nem olyan rossz. Hol az Istenben? Kérek az? Neked felé trezsörít, jó? Kérj egy egyedi. Igen, kérj egy egyedi szállítás, vagy egyedi váltás. Azért ezt az ekkora összeget már, na, erre oda kell figyelni. Igen, igen. Milyen durva, hogy a Gazpromnak van egy Gazprom bankja, nem? Hogy a Gazprom bank oda szépen utalsz, és... ott nyitsz egy számlát, és akkor ott történik meg, igen, ugye a tulajdonképpen a leváltás. Igen. Hivatalos árfolyamon mondják az oroszok, hogy gyerekek, hát lehet itt váltogatni, nem tudjuk, mi rosszabbul nektek. Van egy bank, ahol nem fogyasztják be a számládat. Egy bank a világban, ahol nem fogyasztják be a számládat. Gazprom bank. Most még. Igen. Igen. Lát a Gazprom bank, a Gazprom bank nyilván nem fogja befogyasztani a számlát. Ugye itt tulajdonképpen a tranzakció átváltása a lényeg, hogy ő a Gazprom azt nézi, hogy végül is én miben kapom. És a Gazprom azt mondja, hogy mivel te leváltad a Gazprom banknál, én ugye a végén nekem Gazpromként rubelban folyik be. Ez tartja a rubel árfolyamát, de végül is rubelben fizet. Tehát ha te tartozol nekem 4000 forint, és azt mondom, hogy nekem te csak hrivnyában fizethetsz, aha, akkor azt mondom, hogy gyere Bali bankjához, és vásd át a adjál nekem eurót, de vásd, vagy a forintot, de vásd át a forintodat hrivnyára. És te szépen átváltad, azt mondom, hogy meg a életben, átváltom, bukok ott egy kicsit, és utána hozzám már ez hrivnyába érkezik meg. Na most erre mondják a németek, francok, hogy megnyertük, mert Putyin velünk nem cseszett ki. De azért egy kicsit igen. Azért egy kicsit igen. Úgyhogy izgalmas ez a dolog. Szerintem a rubel nem rossz befektetés. Jó, nem, akkor nem váltunk. Vagy maradjak inkább Ethereumban. Hát, akkor nem váltunk. Na, hogy, na. Meglátjuk, gyerekek. Hát itt most nagyon, nagyon nagy csatározás megy, de majd ezeket követjük. Egyébként minden oké, okay, minden rendben. Ja, minden rendben. Ma egy kicsit majd megázunk, mert... Lesz, az a jó, ázzunk csak. Na, én lesz, nem lehet egy ázós filmet csinálni. Nem, tök igazad van, csak én kint fogok ázni. Tehát nem a természet fog ázni, hanem én ázunk. Ja, nekünk is ázik, hát nekünk is áznak a kameránk. Is, ha megállunk valahol, akkor ott be kell menni, nem, érted nem, a boltig. Hát sőt, egy kicsit jobban sajnálok benneteket. Tehát na, azért mégiscsak egy alfáról beszélünk. Na, te ma mész forgatni, mi? Persze, filmet forgatni. Hát ma áztok egy kis rácok, hát nincsen, megy Hollywood, folytatódik Hollywood. Nem Hollywood, áll meg, Hollywood nem áll meg, úgyhogy megint azért rögzítünk egy pár kis felvételt, remélem, jó fognak sikerült, szépen szerintem egész jó. Szépen szaplattok, eső, egész folyik jó a víz, a hátatokon kell ilyen is. Nem csak ám napfény van, meg pálinkázó vitézek, meg kőtes kiflit sütőasszonyok. Hát a középkorú végvári vitézekkel életese volt majál is. Na, nem keveset. Ők is szívtak, amikor esett, akkor is meg kellett védeni jó lesz a vára. Az, jó lesz az. Raktam ki egyébként az Instára egy kis galériát, szerintem elég csecselet. Ha valakit érdekel, nézze meg, akit nem érdekel, az a... Annak szerintem az nem fogja megnézni. És én is azt gondolom, hogy most nagyon megmondtad. Szerintem a követőid megnézik, akiket meg nem érnek, azok nem fogják. Igen. Aki nem követ, az például lehet, hogy megszűnézi. Szerintem az, aki nem követ, az egész biztos nem fogja megnézni, hiszen azért nem követ, mert nem érdekled. És ott a pont. Viszont lenne egy szolgálati közleményem. Na, igen, már sokadszorra fordul elő egyébként ez a történet, csak mindig ugye meglep az a pofátlanságnak egy szintje, amit a rádiónál történik. Szerintem az egyik kedves, hát hogy is mondjam, kolléga, mert én nem vagyok DJ, de valószínűleg egy DJ lehet a ludas a dologban. Minap kaptunk nagyon finom kis plukis, ilyen kis proteinis sütiket, nagyon szeretem, nagyon jó volt, csak éppen lejárt volna a szavatosságuk, és maradt belőle még néhány, bedobtam a mélyhűtő be, hogy lefogyasszam őket. Amikor bejöttem, és gondoltam, hogy na már le van fogyasztva, akkor oké, minden rendben van, akkor haza lehet cuccolni, ha itt nem fogyasztja el senki esetleg, vagy átrakja a mi hűtőnkbe, a mi pici fogyasztónkba, ami megmaradt volna sokáig, és hát mi fogyasztottuk valami, hiszen mi fogyasztottuk valami, mi kaptuk.
már hiányzott belőle. Tehát, hogy rá hogy, volt írva, hogy ne edd hogy meg. Fél, de srácok, tehát, hogy na. Ne, állj. Tehát, hogy ez nem mindenki hűtője. Tehát, hogy attól de, ne kelljen már ráírni mindenre, Jani, hogy ne nyúlják le, de. Ez azt nem. Úgy hívják, öreg, hogy az közösségi tényleg? Hűtő. A mondó vagy? Közösségi hűtőnek hívják egy munkahely úgy hűtője. Úgy kb. 70 féle ha különböző van, élelmiszer van bent, és abból háromra van ráírva egy név. Oké. Okay. Igen, és... De ezt most tényleg komolyan mondom. Igen, halál komolyan hát mondom, hogy ír paromságot mondasz. Rá, hogy Balázsik, igen. Vagy Jani, vagy mert anyám. Mert látom az arcod, hogy ezt komolyan gondolod. Én halál komolyan gondolom. Hogy bárki bármit megehet a hűtőbe. Az egy közösségi hűtő. Ha be van téve egy doboz tej, te is öntesz a tejből. Igen. Öntesz a tejből? Akkor viszont innentől kezdve, akkor köszönöm szépen. Akkor hallottuk, a Feri azt mondta, hogy az mindenki az a hűtő, minden, ami a hűtőben van, és nincsen ráírva név. A szabad rablás. Ennek eszélet áldozatán ja. Most is. Hát akkor innentől kezdve... Hát eddig is ezt csináltad. A tejet jaj. Oda mentél, és öntöttél léci. A betett aha, igen, egy kortyot, tejből. Egy kortyot, egy literes tejből. Ő meg a négy lefagyasztott vagyiból, vagy mi az Isten ez, és egyet véletlenül se abból veszi ki, vagy vesz ki egyet, és eszi meg, amiből kettő van, hanem azt, amiből csak egy. Tudod. Mi nem a mi hűtőnkbe raktad? Vagy nem egy pici a hűtő, nem fogy, meg nem fogyaszt rendesen. Először legyünk egy normális hűtőt. Hát jó. Akkor vegyünk, de hogy na, ettől jaj, még, nem fért ettől, volna be. Ettől még én azt gondolom, hogy az a tiéd, amit megengednek, hogy vegyél belőle, meg vegyél belőle. Közösségi tehát, hűtő veszélyes terep. Embernek farkasa. Nincs ráírva, nem szólhatsz. Tehát, hogy így. Honnan tudja, hogy kié, igen, nincs ráírva. Hát, de valakié, biztos nem az övé. Csak emlékezne rá, hogyha ő tette be. Én kicsit mind a kettőtöknek igaza van, mert én is néha lájmolok a hűtőből, mondjuk ebből már nem, mert na, de nem ilyen tőle. Nem ilyen pofátlanul tudod, tehát hogy van mi volt ez? Egy ilyen kis proteines süté, ilyen kis prukiz, nagyon fincsi, nagyon jó, nagyon szeretjük. Akár megették? Hát, és te tudod, de ezért én nem csodálkozom. De véletlenül se az zabálja föl, amiből van több, hanem azt, amiből van egy. Hát nyilván, amiből több van, abból már a többiek se nyúltak hozzám. Egy van, annak igen. Az a pszichológia, az a finomabb, mert abból csak egy van. Tehát, hogy, de hát, hogy persze, ha többből vett volna, akkor talán nem annyira feltűnő, hogy nem annyira tűnik pofátlannak az, amit csinált. De ne, hát figyelj, félelmetes, hogy mindent felzabálok a hűtőből. De hogy, na. Ha betetted, nem volt ráírva, megéhezett, benyújt. Na, és képzeld el, Balázs, hogy az történt. Közösségi hűtő, János, közösségi. Igen? Azt mondod? Aha. Jó, majd azért nézegetem a kis reggeli jegyet, hogy van-e rajta név, nincs, mert mostanában elég kívánatos gúzta kis cuccokat szoktál. Egyébként van rajta minden, név. Hát majd ha leveszed, viszont nem lesz már rajta. Van rajta név. Igen, igen. Mm-hmm. Jó. És nem teszem a hűtőbe, mert én elviszem. Ja, jó van, jó. Na hát akkor itt valaki okosabb nálam ezek szerint. De meg fogja szívni, azt már érzem. Szerintem igen, Feri, elindultál abba az irányba, aminek a végén ott áll a kukierdő. Nyitott szájjal arra szabadok. Azt gondolom, hogy lökök rajtad egyet, hogy jó. Na komolyan, egyébként, ha már na, az ilyen felháborító viselkedésről beszélgetünk, mint a te süti lopásod, én itt a mellettünk lévő mélygarázsban parkolok, ugye? Na. És van két parkolóhely, ami le van foglalva nekünk, én állok az egyikbe. A mellette lévő helyen, ott most nem áll senki, de a másik oldalon, a falig, még van egy akkora hely, ahol esetlegesen elférne egy autó, de akkor én már nem tudok rendesen beállni, tehát az nem parkoló. Oké? Okay? Meg vagy így eddig tudsz követni? Hát én általában a feleségemnél is így szoktam elveszteni a fonalat, de ez az én hibám, mert én egy 10 másodpercet hosszabb történet, nem tudok rajta maradni. Oké, okay, de most próbálok. Na most azért csinálom, mert én fölbontottam. Zanzásíts, mert az agyi tekervényeim nagyon gyengék, ezt Viki is tudja, hogy nem vagyok túl penge ebben a sztorikban. Lokkokra bontottam a sztorit, és mindig 10 másodpercenként. Jó, csak rövidet. Így érted, meglöklek. Mindig kérdezek, hogy értem-e. Ne kérdezz bele, légy szíj. Kicsit, ne kérdezz bele. Jó. Tényleg, én a gyerek bögréjének a színét nem tudom megjegyezni, hogy melyik az. De nem is kell, ebben a sztoriban nem kell semmit megjegyezni, csak beszélgetünk róla. Ez melyik garázs? Ez most egy. Ez most a nulladik nap. Tehát, hogy akkor felvezetjük az első napot, vagy ez egy prológus, vagy mi ez most? Nem, most akarok melléd állni ebben a jogtalanságban, amit elkövettek. Ja, akkor várj, akkor most egy kicsit ellened volt, most melléd állni. Játszik, kicsit húzom, eresztem. Figyelek. A lényeg, hogy jogtalanul egy csávó, egy szürke kis autóval beállt arra a helyre, ahova nem lehetne beállni, mert pont akkor a hely, hogy az autód ugyan befér, de akkor melléd már nem tudnak állni. Meg vagy?
Szia Balázs! Hát nem értem, hogyha beférek, akkor mi az, hogy oda nem lehet beállni. Mert az egy nem egy kiadó hely, tehát az le is van festve, érted, hogy oda nem ja, értem, lehet állni. X-el. Ki van X-el? Jó, oké, tiszta. Igen. Na, ez az autó egész héten ott állt. Én ugye mellette igen? állnék, de ha én beállok rendesen a helyemre, akkor se ő nem tud beszállni, se én kiszállni. Tehát én nekem úgy kell megállnom, hogy átlógok a mellettem lévő parkolóba, ahova már megint nem tudnak beállni. Na, megvagy? Ez szerintem okay. Sose voltam ennyire. Mi közelnek a prukizomhoz? Már azért mondom, a jogtalanság, amiről beszéltél, hogy valaki beáll úgy egy garázsba, hogy nem fizet érte. Érted? Mert ha fizetne, akkor lenne parkoló. Ja, megvan. Tehát ő se vette meg a te prukizodat, hanem igen. csak megzabálta, tehát úgy használt egy dolgot, hogy nem fizetett érte. Ez a csávó is, vagy csaj is, nem tudjuk, úgy használ egy dolgot, hogy nem fizet érte. De most uh-huh. a legjobb, tegnap előtt jött egy ember pont reggel, lefotózta, kitett rá egy hivatalos papírt, hogy amennyiben nem hajlandó elmenni, akkor elszállítják az autóját. Szerintetek ott van-e ma az autó? Hát, nyilván ott van. Hagyd a picsába, tényleg. Nyilván ott van. Megvagyunk. Hol? Hogy szállítanák el egy garázsból az autót? Úgy, hogy lejön az izé, egy a ilyen kocsi. Hogy menne már le? Le tud jönni. Van olyan, amire rá alá emelik a két hátsó keréknek, vagy első keréknek, két ilyen rudat tesznek alá. És kiszedik a garázsból. És simán ki tudja hozni igen? a garázsból is. Igen. Hát szerintem ott van. Ott. Rajta van szerintetek ez a papír, amit rátettek? Szerintem igen. Nincs aha. rajta. Szerintem nincs. De érted, hogy nincs rajta, tehát a gazdája már észrevette, hogy ő rossz dolgot cselekedett, a papírt levette, és tesz rá. Uh-huh. Na jó van. Én csak annyit üzenék, hogy... Érted, hogy, ugyanolyan jogtalanság. Váljon a gejzíri a seggedben a prukizom. Bárki voltál, na ennyi. Jó, bármennyire is kapcsolódott, vagy nem kapcsolódott, felisztorizni, nem is történjen veled, ez jó. Legyen alsógatyanál a tiszta sok, jó? És egyik, és ne legyen elég. Na. Mikor volt meg utoljára ez a prukiz? Mikor volt meg utoljára? Tegnap. Két napja még meg volt. Tegnap? Még meg volt? Két napja. Te tegnap be se lennél, bele se néztél. De tegnap belenéztem, tegnap történt, amikor el akartam menni. Hát nem két napja volt még meg, akkor tegnap volt még meg. Nem. Hát, most ezzel mit nem ér? Mindenki hülye. Mit nem mikor volt meg utoljára? Két napja. Mikor volt meg utoljára tegnap? A tegnap nem két nem, napja. Mikor volt meg utoljára? Az összes két napja volt nem, meg utoljára. Az utolsó, amit elloptak, az utolsó, amit megettek. Mikor volt meg utoljára? Ha most berakunk egy zenét, előbb tudunk majd vissza, vagy nem? Én vagy... kérdezek hülyeséget? Ja, igen. Mikor, jó, máshogy kérdezem, mikor láttad utoljára az összeset együtt? Leszarom az összeset. Amit elloptak. Amit elloptak. Az, ami, volt egy prukizód, azt amit ellopták. Amit elloptak, azt mikor láttam utoljára? Tehát mikor? Kettő napja. Hiszen kettő tegnap napja. Észlettem, hogy már nincsen meg. Na ebbe, most értem. Mi történik értem. Ki? Tehát kettő napja. Igen. De például okay. írt egy hallgató, hogy az ő mély garázsában egy 20 éves smart és egy 50 éves parkoló parádés fiatal, magam. De most már rátett egy GoPro-t. Zsülnálod, mindig van halasbicska, az már oda felvágom érted? A kereimet. Egy GoPro-t tett, és aki hozzá mer nyúlni a kocsihoz, az fölveszi. Na? Az jó ötlet. Lehet, hogy hűtőbe is kéne GoPro-t tenni, minden ajtónyitást így megnézni. Tehát ha két napja láttad utoljára, akkor azt tegnap ették meg. Tegnap már nem láttad a hűtőben délelőtt? Nem. Mert nem néztél bele, lehet, hogy még ott volt. De most nyomozok, hát próbálom az idővonalat felállítani. De most például miért nem szóltál tegnap, igen. hogy eltűnt? Ja, hogy... Ja, értem. Mert igen. akkor forró nyomon tudunk menni. Ezt próbálom az idővonalat, érted? Hát az idővonal nagyon fontos. Most nagyon meg fogsz döbbenni, tehát hogy tényleg, ez figyelj, ez egy nukleáris robbanás lesz, egy atomvillanás lesz a tudatodban. Mert 10 után vettem észre, na, és figyeld, gombolj is fel, légy szíves, logikai úton a fonalat. Ha neked ennyire fontos ez a prukiz. Értem. Ha ennyire fontos mert a prukiz. Mert az adásra koncentrálok. Adásra. Tehát ha tegnap előtt meg volt, tegnap 10-kor megnézted, és nem volt meg, 6-tól 10-ig nem esznek a hűtőbe be a sütidet, mert tudják, hogy itt voltunk péntek, szerda este ették meg a sütidet. Igen. Szerda este, meg valószínűleg valamelyik DJ volt. Nyomozó úr, köszönjük. Most, ja. Szerda este zabálták meg egy DJ. Ki volt szerda este itt a DJ? Igen, a... De lehet, hogy az éjszakai DJ? Műszak ette. Igen, van éjszakai műszak? Nincs. Nézd már meg, légy szó, hogy ki volt a pendrive zenész. Ki zenélt pendrive-ról szerben? Már mindenki pendrive-ról zenélt. Geri mellett ki volt szerben?
Na jó, ezt szerintem ne, ne várjuk meg. Oké, én azt javaslom, mindenki nyom bármit, amit... Nem, szerintem most kezdjük el, héttől hívjuk fel a DJ-ket. Anna, hozd be a gyógyszerelosztóinkat, jó? Mert szerintem senki nem szedte be ma reggel. Jamina. Jamina. Akkor Jamina ette meg a sütit. Hétkor fölhívjuk Jaminát. Ja, Jamina bármit megehet. Jaj, basszus, hogy ja, lehet. Ha én ezt tudtam volna, ő ette meg a süteményedet. Ő ette meg a süteményedet. Ja, ha Jamina, na, az nem így, teljesen más dolog. Milyen? Jamina, kedves egészségedre. Tényleg fél nyolckor kezdjük hívogatni őket egyenként hétfőn. Lehet, hogy a Lotfi meg is evett belőle. Na, most mondja valamit. Most menjünk el hírezni. Hogy a minden centi beled rohadjon szanaszéjjel, amin áthaladt. Jövünk a hírek után fél hétben pontosan. Balázsék nevetésben gazdag műsorát a megújult Eurojackpot támogatta. Nagyon jó, nagyon jó. 3-7 lesz pontosan 5 perc, szóval köszönjük Jackpot bácsinak. Meg kéne már tenni ezt az Eurojackpotot, ha már szponzorálnak minket. Hát, a kicsit lejt a pálya, nem? Mondjad a számukat. Hát, és Govár és Gorá írjuk a szelvén, hogy Balázsék. Balázsék, igen. Jackpot úr, hogy lássa, hogy az a miénk. Olyan sok szép jót pontunk örömmiszer Jackpot úr a héten. Most már jó lenne, ha kicsit megtámogatna ön is minket, hogy azért megnyerjük az Eurojackpotot. Gyűlci, pillancs már a heti nyeremére az Eurojackpoton. Csak úgy, tehát úgy, na, egy kicsit. Hogy mennyit mérnek? Úgyis ezzel kezdtük a hetet, hogy ábrándoztunk. Hogy adják ezt most? Hogy adják? Mennyi az annyi, öcsém? Mennyi mindennel együtt. Mennyi az annyi? Igen. Ha kap, eszi, ha kap, eszi. Ott van 8,2 milliárd. Gyerekek. 8,2 milliárd forint, 22 millió euró. És a 22 euró milliót akkor is tartják, ha közben mondjuk begyengül a forint, és 400-ra szalad el? Tehát ugye, ha euróban fizetnek, és van mondjuk egy fölrántása a forintnak, vagy egy gyengülés, persze. Vagy egy akkor abban a, ugyanúgy megkapod. De minden... akkor várjál, a 8,2 akkor milliárd forintnak változnia kéne állandóan. Hát szerintem az változik, az nyilván. Hát a 22 milliót el kell osztani 360 valamennyivel, és akkor meg kell nézni, hogy mennyi jön ki. De valószínűleg, amikor ugye kihirdetik az új játékhetet, akkor azon az árfolyamon rögzítik, nem? Valószínűleg van egy rögzített árfolyam, igen, meg kell nézni az apró betűt, hogy rögzítik az euró-forint árfolyamot. Azért, azért nem rossz, mikor majdnem 400 az euró mondjuk, és ott viszed el az Eurojackpotot. Nem? Nem veszekednék, hogy 8,2 vagy 8,3 milliárd, ugye? Ugye ott nem azért nem a 100 millióért. Nem feküdnék le aznap, hogy tudottam valószínűleg. Be se tudnál már kerülni a 100 leggazdagabba. Nem is akarok. Jó, elég ez. Sok. Nem, csak mondom, hogy ugye annyira elszálltak az árak, hogy a 8 milliárddal már nem. Régen a 3 milliárddal ben voltál 4 milliárddal, de most már a 100-ban nem vagy bent. Te 8 milliárddal nem vagy bent. Viszont el tud magadról mondani, hogy dollármilliómos vagy. Uh-huh. Bizony. Ugye? Igen. Dollármilliárdos még nem vagy, de dollármilliómos már vagy. Azt elmondhatod magadról, hogy többszörös dollármilliómos lettél a 8 milliárd forinttal. Euróban fizetnek, azt írják a hallgatók. Na ezért... Euró alapú számlát érdemes. Ja, akkor euróban nyitni. Fizetnek, aha. Tehát igen. Akkor tulajdonképpen azt majd, hogy váltod át, az igen. Meg már te meg már szakkörözöl. Persze. Csak a magyar népnek egyértelműbb az, hogy 8,2 milliárd. Ja, értem, tehát hogy nem az van, hogy ő ennyi eurót mond, és aztán leváltja forintra, ő odaadja euróban, és akkor vázs le, hogy akarod. Még mi is váltanád át? Tehát, hogy... Mert nem lehet csicsonna euróval fizetni. Ja. Bemegyek a boltba, akkor forintot kérnek, azért váltanám le. Akkor egy kicsit váltsunk át. Hát egy kis fagyira valót a gyereknek azért váltsál át, euróban fizetik. Ja, akkor nyitsz valahol egy devizaszámlát, egy euroszámlát, és akkor utána szépen átköhögik neked a pénzt. Elnyomorogsz. Elnyomorogsz aztán belőle. Hát figyelj. Igen. Bődületes összeg. Hát, ja, erről beszéltünk a héten, hogy azért az úgy észnél kell lenni. Mindig, amikor erről beszélünk, fogadnom kell, úgyhogy meg két zenek, vagy két megszólás között megint fogadhatok a fene egyet. Muszáj igen. Ezt megtenni. Igen, csak legyen már belőle valami. Hát figyelj, végülis 5 plusz 2 szám nem olyan vészes. Ja, és szerintem a 90-ből 5-nél kevésbé kegyetlen, bár valószínűleg a matematikai esély az nagyjából ugyanott van. Mi van azt találva, persze. Zsül, majd ha kicsacsoktad magad, emelj nekem egy tollat, légy szíves. Most megteszi a számokat. Nem érünk rá, érted szerencsejátékozni élő adásba, haló? Hát most az hogy van? Azt beszéltük, hogy a váltásnál 100 millió forint, ugye, ami úgy elhussan. Ha át akarnád váltani euróból, ez forintra. Keserűség. Nekem elég lenne, nem keserűség, nekem az elég lenne. Mi tehát én a váltást kapnám meg, csak azt a pénzt. Miért is? Ha átváltod euróról, azt nézte meg a Zsül,
forintra, igen? Akkor 100 millió körülbelül az, ami így elhusson. Azt mondja a Zsűl, hogy kiszámolta. Ne higgy neki. Na? Azt írja, 22 millió euróból, hogyha átváltod, akkor az csak... Mi van? 8,8 milliárd forint. Igen. Ahelyett viszont ők azt írják, hogy 8,2 milliárd. Mert valószínűleg másik árfolyamon számolnak. Valószínűleg más árfolyam, ahol számolnak. Árfolyam különbözőt van. Valószínűleg más középárfolyam, hogy váltják, kinek az ár, hogy nézik. Szóval, picit meglepődnék rajta, hogyha éppen akkor, mit tudom én, 400 forintba kerül egy euró, aztán egy héttel később 370, hogy akkor, amikor 400, akkor kevesebbet kapnék, mint tudom, 3. Hát ez az árfolyamtól függ, hát semmi mástól. Hol váltja, a középárfolyamon számolta ki, eladásin számolta ki, melyik bank váltásába számolta ki, hát ez... Persze. Na jó, de mondjuk azt mondjuk, hogy hadd menjen. Persze. Ugyan már tegyünk egyre nagyvonalúak. Az az apró. Nem, semmi. Nem fillérezgetünk itt, nem szórakozgatunk itt, érted? Akkor nem várunk vele. Lehet, hogy egy hetet vársz vele, akkor már egyébként kerestél annyit, mint azt megelőző életedben. Össz. Annyi, hogy ne a Sperbankba tedd ide valaki. Hát oda már nem tudod, de nem, az mondjuk egy jó döntés, hogy oda nem. Te a Gazprombankba, a Rubelbe. Na mondjátok öt számot. Zsűr, mondj egyet, de nagyon gyorsan. 16. Anna? 25. 25, 50-ig. Ja, 50-ig? Igen. 72. 77-et akartam. Nagyon jó. 14. 14, Feri? 20. 20, oké, én megmondom a 17-et. Viki, te mondhatsz kettőt. Két számot. Kettőt, 50-ig. Nem, az a plusz kettő, az nem 50-ig van. Ja, az 10-ig van, azt hiszem, 10-ig. Bocs. Haver, már kétszer nyertem, úgyhogy... Ja, mondjuk 10-ig. Fejben. 10-ig mondjál. Majd rögtön, 10-ig. De nem úgy tízik, hanem vagytok, hogy így, most mondják, lottóznak az emberek, ezt olyan cuki nézni. Igen, és agyalunk rajta. Agyalunk rajta, hogy milyen, melyik számot igen. Mondjam vajon. Húha, lehet, egy hogy biztos, a hármat. Hogy így sose lesztek milliárdosak, de nem baj. De figyelj, honnan tudom? Megteszem én helyettetek. Miért bejöhet? De jó nézni ezt a fajta matematikai esélytelenséget, ahogy itt próbálkoztok ezzel. Ez nekem tetszik. A hetes az egy annyira átlagos. Hát gyerekek, a hetes... 1-12-ig mondod, vagy 1-15-ig. Hetes mindenki beteszi. 1-12-ig ráadásul. Akkor 11 a születésnapom. Jó. De nem, inkább maradjon a 20. Jó. Szétdobjuk a stáb között. Netto vagy bruttó? Ez bruttó, ebből adózni kell. Bruttó. Ebből még ledobsz egy, mint tudom, 15-18%, nem tudom, mennyi a nyeremény adó, pontosan, nagyjából annyi, ugye? Na, azért az kibírható. Elgurul pár euró, de... Elketyeksz azért ezzel így. Meg vagyunk, jó. Na, itt van a játékosunk? Igen. Játszunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Zottyó vagyok Miskolcról. Hello, Zottyó! Zottyó Miskolcról, új hónap indul, nullával vagyunk, az új szabály pedig az, hogy visszatér a vetésforgó, a játékosok választanak játékost. Annyiszor játszik egy játékos, már egy műsorvezető, ahányszor rászáll. Ez most hát ezt ugye eltöröltük a szigorú játékot. Jó, de akkor nincs pityogás majd a hónap végén, hogy én csak egyet játszottam, megnyertem, és fizetitek a lóvét. Nincs, okay. Amit a játékos mond, azt szeretne. Honnan hívtál minket, Zottyó? Miskolcról. Esik ott is? Igen, szakad. Még visszatérve azt szerettem volna hozzászólni nektek erre az Eurojackpotra, hogy 3 vagy 4 héttel ezelőtt még csak 760 forint volt egy szelvény feladása, és amikor felment 400 forintra az euró, akkor felemelték 800 forintra. Hát igen, mert ez egy euró alapú játék, 2 euróba kerül egy játék, igen. És hát az sajnos... Nem volt 430 soha az euró, de igen, értem, amit 400-ra, mondasz. 400-ra azért igen, hát 3. De most visszament, de hogy most úgy veszik, visszament 472 volt, ha jól látom, vagy 372 volt tegnap, akkor miért nem viszik vissza ilyen? Ja, hogy most nem korrigált vissza az ár. Igen, tehát nem árfolyam követő az Eurojackpot ára, azt mondod. Sőt, hát már fölfelé. Tegnap is erősödött még a forint, igen, most 367 körül van. Jól van, hát ezt nem tudom neked megválaszolni, de majd megtesszük kérdéseinket a szponzorunknak, hogy erre mondja el a választ. Jó? Jó. De jogos a felvetés, hát tudod, ha valaminek felmegy az ára, de utána olcsóbb lesz az alapanyag, az már úgy marad. Általában az így szokott lenni, ugye? Hogy visszafelé nem korrigásol semmi. Nem. Majd kapunk szerintem a Szerencsejáték ZRT-től egy hivatalos levet. Kedves Balázsék stáb, a napokban feltett kérdésükre a válasz, mert csak üdvözlet a Szerencsejáték. Egy a Szerencsejáték ZRT-hez tartozik az Eurojackpot? Vagy ez egy külföldi cég, ami Magyarországon is, mint egy kvázi riválisa. Rajtuk keresztül csinálhatják csak. Nem csinálhat senki más Szerencsejátékot Magyarországon, kell csak csinálni, hát ez okosan csinálják, persze, hát ez... Uh-huh. Csak az ő kezükön keresztül folyik. Az ismert formájára gondoltál, ugye? Igen. Kivel játszanál, Zottyó? Balázs veled.
Ez a beszéd, kezdjük el a hónapot, jó? Kezdjük, úgy legyen. Na, jó, ját... mond, jó játékos vagy? Hát, fogjuk rá. Már egyszer játszottunk, de akkor buktam. Nem ám, most akkor megnyered. Biztos emlékeztek rá, tavaly előtt volt egy csőtörésem, és arra keltem fel, hogy még meg is hívtalak titeket, hogyha erre jártak Miskolcon, akkor egy kis kömbibaraszra. Emlékszem, jó. És elmondtad, hogy fölülről lázol, vagy mi volt, és mondtad, hogy folyik be a víz. Igen, beverted, vagy 3-4 tüskét. Igen, beverted a tüskét, és ott folyik a víz, és tudósítottál igen. Tulajdonképpen, hogy mi történik fölötted, melletted. Igen, és ültél, és kicsit nem voltál májózal. Emlékszem, hogy a hangod alapján ez most nem ugrott be, a sztori megvan, tudom. Tényleg. Igen. És azóta is folyik a víz? És... nem, azóta megcsinálták, hál' Istennek. És ma is bevertél már kettőt? Nem, most boroskórázok. Nagyon jó teszed. Nagyon jó teszed. Csak lazább. És utána el tudsz dolgozni 3 boroskórával? Ez nagyon jó. Mit dolgozol? Majd a műsorban elmondom. Na, majd jó, nagyjárt ezt meghallgatjuk. Induljunk is. Azt nem mondta, hogy buszvezető. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, mit csinálsz? Egy műanyag ablakos cégnél dolgoztam eddig, de volt egy kis incidens, és abba kellett hagynom. Itt álmunk a közben, vagy mi volt? Rajta kaptak lapos üveggel? Ahogy turbosított? Hát eltöltem egy jó darab üveget, és emiatt kirúgtak. Ó, basszus. És azóta csak otthon iszogatod a bőrös. Jelenleg munkanélkülünk vagyok, és alkalmi munkán élek. És mennyit iszol egy nap? És csak egy kis reggeli iszogatás? Úgy valahogy. 1, 2, 3, 4 fröccs. És most nincs is munkád? Nincs. Azt szeretnék kérni, hogy hát, ha ti tudtok ebben nekem segíteni. De mi a végzettséged? Üveges. Ja, üveges vagy. Üveges vagy? Az a végzettség? Az üvegező, képkeretező szakmunkás. Hát ez jaj, jó. Meg még azt akartam tőletek megkérdezni, hogy melyikőtöknek van ma a születésnapja? Jaj, de elengedted. Jó van, ügyes voltál. És visszatérve, nagyon sok boldog születésnapot kívánok magamnak is, meg nektek is a mai napra. Miért neked az van? Aha. Nem, hanem tudjátok, hogy milyen nap van ma. Nekem kétszer van születésnapom, ma meg július 26-án. Úristen, mintha Gábölgy is ott hallanám, ez olyan poén lesz nagyjából, hogy szeszélyes évszakokat. Igen, a bolondok napjára gondolsz? Úgy. Na jól van, zocsókám. Hát erre nem tudok mit mondani. Figyelj ide! Neked van egy ajándékcsomagod, ez lehet, hogy azért így a nagy munkanélküliségben egy kicsit szebbé teszi a napodat, hogy ennek apropóján megint megihatsz egy vörösboros kólát. Ha van még egy fél másodpercetek, meg is kortyolom. Egészségedre! Köszönöm! Köszönöm szépen! És ha legközelebb Miskolc vagy jöttök, akkor mindenféleképpen fogok nálatok jelenkezni. Jó, de fröccsöd legyen. Mindenképpen. Nem, Göncivel megyek. Gönci van. Gönci, hát hozd inkább a Marsit, de jó a Gönci is, nekem mindegy. Jó. Jó, amelyiket gondolod. Jó, akkor nem rendezünk. Egy kutya egyre megy mind a kettő. Ha őt is hozod, akkor nem rendezünk igazmondó versenyt, jó? Köszönöm szépen, és jó volt veletek játszani. Nagyon jó. És kitartást, így csináljátok még minimum 100 évig. Oké. Nagyon jó, köszönjük szépen, reméljük, hogy lesz munkád, jó? Szurkolunk. Köszönöm szépen. Sziasztok. Szia. Hello. Légy szíves, írjátok a majdnemet, az egy szó. Köszi. Ráadásul le is írja egybe a hallgató. Érted, hogy ott volt a majdnem. Az egy szó. Igen, nem mondta ki egyébként a hallgató. Nem mondott ki semmit. Hát dolgozott benne ugye az izotóniás ital. És még itt van, hallgass? Tényleg. Itt vagyok. Iszol még? Tiszta pákó. Nem akarsz le akarod letenni? Vagy most még... Nem, mert egy tüskét csináltam most. Szerintem azt a csávot. De ezt csináltál egy tüskét? Barackból? Miből lett a tüskét? Nem. Keserűből. A dohánybolt van kapható 100 forintos keserűből? Nem. Miskolc, Helyőcsabán lakok, és akkor körülbelül 150 méterre van tőlem az avas, ott meg avasi keserű van. Ez a magyarországi. Mint az élet. Mint az élet az avason. Isten hozott a való világban, gyerekek. Ez az élet, gyerekek. Zajlik az élet avason. Rövünk, ha Bödöcs műsorra, mert azt hiszük poén. Igen, ez történik. És ez a tények. Na jó, van Zolikám, vigyázz magadra, jó? Beszélünk. Köszönöm, akkor sziasztok, sziasztok. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Sziasztok. Szia. Halljuk, hogy itt vagy. Hello. Nem tetted le. Most megint iszol? Iszol megint, vagy mit csinálsz?
Most letettem. Na most. Most csend lett. Na most igen. Eltűnt. Nem, elgurult a kupak. Igen. Elgurult a kupak, bemászott az ágy alá. Na jó van, oké, hát akkor írd be az elsőt. Egy óriási 0%-kal indítom az április csücsőt. Így kell ezt csinálni, na. Egészségére Zocsónak. Ez a jó reggeli műsor, imádom. 6-5-kor. 6-5-kor, ő már ívott egy tüskés, meg egy boroskolát. Egy jó olvasi keserű. Ez a magyar valóság. Nem az, amit máshol láttok. 5 perc a pontosan 7 óra, jövő mindjárt a hírek után. A Budapesti stúdióból a rádió egyszerűs frekvenciája élőben minden rádiózás udvari boldjai Vadon János, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ricsed belőle! 6 óra után 7 perccel, illetve 7 óra 7 perccel vagyunk. Ferine elszakadt a célba. Reggel, szervusztok, hello. Ő volt. Ki üvöltött így? Várjál, a Mucsi volt? Kinek volt ilyen üvöltős jelenete? Úristen, a könnyem kicsordult. Viki bejött megkérdezni, hogy kérek a kenyeret, és ez Feri egy 10 perces üvöltés. Nem szakad le a retinád? Nem vakulsz meg? Nem, azért nem. Köszönöm szépen a kiabálástól. Van benned hang, azért nem lennék, nem hoznék haza a tekettes nálatok se azért. A trend van, öcsém, alig mennek hazajönni. Beadtalak adásba, azt tudod? Tényleg? Beteg állat. Gondoltam egy kicsit megmutatjuk, mi történik így egy ilyen átlagos pénteken itt nálunk csak úgy, hogy így hogy vagyunk, és mit vagyunk. Hogy a hírek alatt, igen, mi történik? Mi történik? Hát nem lehet ilyen megkérdezni, hogy eszel-e kenyeret, hát 2 hetes kúra után. Hát ha most már így a vége felé, de most már kitartok egyébként, nem eszem jaj, kenyeret. Jó van, nem nyugodjon meg, mindenki itt vagyunk. Már bejöttek a kollégák is, hogy jól vagy. Mi van, beteg? Mi a baja? Hogy lehet süti? Hát tudod, hogy az egy méreg! Egy fem! Egy halál! Olyan cuki, megkérdezi eszemes sütét. Hát 2 hete diétán vagyok. De igen. Nem, mert nagyon kevés cukrot szeretne visszajutatni a nem, szervezetet. Most már 2 napon van, kibírom már. Nem mondom, hogy nem tudnék enni egy jót, de most már végig csám, hős vagyok. Emegy Tatabánya irányába a Komárom lehajtónál baleset van, 4 autó ment össze, csak a leállósával lehet haladni. Szerintem ők már elindultak, érted? M1-esen Győr felé turul pihenő után baleset, most értek oda a mentők, tűzoltók, piros Tesla és kizbusz. Gyerekek, kizbusz, jó? Szegény Viktória írja, valaki szegény Viki, tehát Viki már megszokta ezt, hát ő már tudja ezt, hogy ez van, gyerekek. Na, mi pedig akkor melevágunk, jön a Jani is mindjárt, csak mondom előre, egyetlen egy komoly témával készültünk ma 7 órakor, kicsit rápillantunk külpolitikai frontjainkra, mi a helyzet, és utána már tényleg a péntekhez megszokott módon vidámkodunk, de van nekünk egy kedvenc Oroszország szakértőnk, ugye Rácz Andris, nagyon sok jó interjút lehet vele olvasni, és ugye megint érdekes dolgok kommunikálódnak, balról, jobbról, nyugati média, orosz média, visszavonulás, fegyverszünet, folyamatos tárgyalások, közbebombázások, közben az oroszok állítólag ugye Kijev alól elvonulnak, keletre koncentrálódnak, közben a béketárgyalások alatt ugyanúgy zajlik a front, ami egészen furcsa, hogy tárgyalások folynak, miközben egyébként nem tudom, hogy mennyire lehet egyáltalán komolyan venni ezeket az egyeztetéseket. Ott van Abramovics ezeken az egyeztetéseken. És közben az oroszok mondanak valamit, és közben sokszor egészen más csinálnak. Mindenki pedig azt találgatja, hogy lehet-e egyáltalán a tűzszüneti tárgyalásokból valódi áttörés, hiszen most is úgy kommunikálták, hogy volt, aztán a felek nyugtattak már, hogy nem volt akkora. Miközben az oroszok azért nagyon mást mondanak, mint amit csinálnak. Úgyhogy ezt próbáljuk mindjárt Rácz Andrással egy kicsit rendbe tenni, aki Oroszország szakértő, ugye, egyetemi docens, és hát nyilván az orosz gondolkodást, az orosz kommunikációt, az orosz logikát nálunk sokkal jobban érti, és azt a nyugati világnak is meg kell érteni. Az egy dolog, hogy mást mondanak és mást csinálnak, de hogy mi lehet most a szándék, mire koncentrálhatnak, mennyire valós az, hogy tényleg ott hagyják mondjuk, és levonulnak Kijev alól, és Kelet-Ukrajnára koncentrálnak, közben a bombázások ugyanúgy mennek, tehát nehéz az ő szempontukból itt nekünk ezt a nyugati világ
világban értelmezni, hogy az ő mondataik mit jelentenek valójában. Ha te szeretnél barátkozni, szeretnél egy ilyen döntést meghozni, akkor nem az lenne az első, hogy nem csak ígérem, hogy én elvonulok Kijev alól, hanem azt mondom, hogy gyerekek, akkor én megteszem az első lépést. Érted nekem ebbe a béketárgyalásos sztoriba, de nem eleve nagyon sok... fura, hogy zajlanak ugye? A tűzszüneti tárgyalások, miközben folynak a harcok. Ez egy ilyen fura ellenmondás, ez egy olyan hibrid dolog. De hát mindjárt megkérdezzük, hogy ez egy megszokott dolog, ugye, hogy az orosz erők közben menetelnek, közben béketárgyalások vannak, de még a béketárgyalások alatt sincs nagyon tűzszünet vagy fegyverszünet, hanem közben folyamatosan nyilván az oroszok támadják Ukrajnát. Ugye most lehet hallani, hogy Kelet-Ukrajna lesz inkább a cél, tehát hogy a Dnyeper Kijevtől a keletre vonal, de ott is kérdés, hogy mi a cél azzal, a teljes megszállás, az annexió, hát ennek próbálunk egy kicsit utána járni. Hát ugye ott mondták, hogy a szakadár köztársaságok még nem a teljes megyét foglalták el területileg, azt szeretnék úgymond kibővíteni, tehát azt szeretnék, hogyha az egész, a teljes megyének a területét magába foglalná, ezek ugye a bizonyos szakadár köztársaságok. Nyilván a teljes tűzszünet az nem kivitelezhető, minél nagyobb katonai nyomás, annál jobb politikai tárgyaló, hogy is mondjam, csak lehetőség, vagy annál jobb politikai pozíció, nem minél nagyobb nyomás alá helyezel városokat. Szóval lehet-e például, hogy tavasszal ennek az egésznek vége? Én most egy orosz emberkétől, kormány közeli embertől olvastam interjút, ő azt mondta, hogy szerintem nagyjából tavaszra vége. Mindjárt megkérdezzük, hát van valaki, aki megint nálunk el sokkal jobban ért. Rácz András itt van velünk, Oroszország szakértő egyetemi docens. Jó reggelt kívánunk, hello András! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Szia. Jól mondom, hogy ez nem egy megszokott dolog, hogy miközben tűzszüneti tárgyalások vannak, közben lövik egymást a felek, vagy ez háború esetén azért megtörténik, nem annyira hibrid, mint amennyire mi ezt gondoljuk? Hát az ukrajnai háború ugye még 2014 óta zajlik változó intenzitással, ott mindig ez volt. Tehát miközben zajlottak a harcok 14-15 folyamán, akkor is közben a hadcselekmények közben zajlottak a fegyverszüneti tárgyalások. Sőt, hogyha példaként vesszük a 2020 őszi hegyi karabahi háborút, akkor is ez volt. Tehát igazából olyan nagyon rendkívül dolog ebben nincsen. A tűzszüneti tárgyalások arról szólnak, hogy hát milyen feltételek mentén lehet ott behagyni a hadcselekményeket, amíg ezek a feltételek nincsenek, megszabva nincs erőm megegyezés, hogy itt pedig megy tovább a harc. Tehát furcsán néz ki kívülről nézve, de annyira azért nem rendkívüli. Na most nyilván a legfontosabb kérdés, amit te napon többször megkapsz, hogy mi lehet az oroszok fejében, mi lehet Putyin fejében. Mást kommunikál, mást csinál, közben a nyugati hatalmak, akik figyelik a mozgásokat és a frontvonalat, azt mondják, hogy csak átcsoportosítás, de semmiféleképpen nem kivonulás, közben azt mondja Putyin, hogy lehet, hogy Kijevet elengedik és keletre koncentrálnak. Te hogy ítéled meg az ő gondolkodását? Mi lehet a fejében, vagy mire koncentrál ő most leginkább? Figyelj, a háborúban álló országtól azt várni, hogy teljesen őszintén, transzparensen, trükközések nélkül kommunikál, ez szerintem tévedés. És itt Oroszország háborúban álló ország, mint ahogy Ukrajna is. Tehát itt az látszik, hogy a manővereznek azzal, hogy mit mondanak és mit csinálnak, változik időnként az orosz álláspont, és én azért vagyok egy picit pessimista, mert Oroszország jellemzően úgy tárgyal a fegyverszünetekről, hogy azt, hogy éppen miket követel, ezt a katonai eredményektől teszi függővé. Másképp fogalmazva, ha éppen majd jobban áll a fronton, akkor több mindent fog követelni, ha pedig visszaszorul, vagy nem tudja elérni a céljét, akkor egy kicsit rugalmasabbá válik. És az, hogy kívül úgy nézhet ki, hogy össze-vissza beszélnek, ez szerintem ennek a stratégiának a része. Zajlanak a tárgyalások, de közben próbálnak előre menni a fronton, és ha ott majd erre jobb eredményeket érnek el, akkor még egy-két dolog felkerül erre a követelés listára. Függően attól, hogy állnak a frontvonalon. Lehetséges az, hogy mondjuk a béketárgyalások is az időhúzás egyféle formái, hogy hát ha addig változik a fronton a helyzet, hát ha akkor tényleg jobb pozícióból, jobb alkút tudnak majd a tárgyalóasztalán is maguknak így kiküzdeni? Tehát, hogy egyszerűen erről szól a történet? Jobban álljanak majd Kijevnél? Nem is annyira Kijevnél. Kijev az egy nagyon érdekes dolog, tehát ugye az ma már elég egyértelműnek tűnik, hogy Kijevet elfoglalni nem akarják. Tehát Kijevtől ott vannak 20-30 kilométerre, Kijevet elérik messzehódó tüzérséggel, elérik rakétákkal, de most úgy tűnik, hogy nem akarnak bemenni, és városi harcban tényleg utcára haladva megtisztítani, ehhez nincs elég erejük. Tehát nem akarják, viszont hogy nem tudják? Még... Hát figyelj, hogy ha valamit biztosan nem tudsz megcsinálni, akkor normális életben nem is nagyon akarod. Tehát ugye itt a lehetőségeknek és a vágyaknak nem baj, ha valamennyire összhangban vannak. De attól, hogy nem akarják elfoglalni,
ez nem jelenti azt, hogy nem fogják lőni. Tehát rombolni, pusztítani, ugye tüzérséggel, rakétákkal, anélkül is lehet, hogy konkrétan bemennél a városba. A jó hír az az, hogy az látszik, hogy Kijevnél csökkentik a katonai jelenlétüket. Nem mennek el, nem teljesen vonulnak el, tehát nem fogják kiüríteni ott a Kijevtől éjszaka már elfoglalt területeket. Tehát inkább az a helyzet, amit mondtál, hogy átcsoportosítanak. De legalább Kijev egy kicsit talán fellélegezhetett. Mondjuk az a veszély, hogy bekerítenék Kijevet, amit az ukránok ugye 4 hete próbálnak már akadályozni. Tehát ez a veszély most elhárulni látszik. Arról szivárok ki valami, hogy egyébként az orosz vezetés az mennyire egységes? Ugye nyilván itt is zajlik a dezinformációt, és mindenki mindent kommunikál, hogy Putyin mennyire tudja ezt egyben tartani, vagy mennyire engedi, hogy valaki ebből az orosz vezetésből esetleg kifelé beszéljen valamit? Aki az orosz vezetésből kifelé beszél, az tervezetten teszi. Tehát az oroszok rendkívül fegyelmezetten kommunikálnak háborús helyzetben, hogy a felső vezetés. Az, hogy a felső vezetésen belül pontosan milyen viták zajlanak, ezt kívülről nem lehet megmondani. Van viszont egy elég új adat, egy elég új információ, és ez lényeges. Ez a közvéleménykutatás. Van új közvéleménykutatási eredményünk ugyanis. És az látszik, hogy a háború kezdete óta az orosz lakosság körében Putyin népszerűsége szárnyalni kezdett. Sőt, nem csak az elnöké, de a miniszterelnöké, és ráadásul a kormánya is, miközben ebből a hármas mindig a kormány a legnépszerűbb. De az látszik, hogy amióta megy a háború, azóta növekszik mindhárom szereplő népszerűsége. Másképp fogalmazva, 83%, ha jól emlékszem most. Na de ki végzi ezeket a közvéleménykutatásokat? Tehát gondolom az oroszok a saját elnökükről és miniszterükről, nem? Vagy ezeket független cégek végzik, akár mondjuk úgy, hogy megkérdezik az orosz népet? Oroszországban egyetlen egy darab nagyjából független közvéleménykutató központ maradt, ez a Levada Center. A Levadát a szokás függetlennek tekinteni. Nyilván bizonyos korlátaik vannak a működéssel, de itt a választások idején is, mert pont a választásokra nem szabad kutatniuk. De Putyin népszerűségét állandó jelleggel mérik, ez egy hosszú idősoros vizsgálat, ezt el lehet fogadni objektívnek. Tehát a Levada adatai a legjobb nyilvános adatok, amink van. És ebből az látszik, hogy Putyin és a kormány és miniszterelnök népszerűsége nő. Tehát a háború nem elfordítja az oroszokat a saját vezetésüktől, hanem inkább a vezetés támogatottsága növekszik. Másképp fogalmazva, itt a háború mögött a támogatottság kitart, tehát nem lesz belpolitikai oka annak rövid távon, hogy itt a Kremlnek változtatnia kelljen. Azt már te is többször elmondtad, hogy az orosz vezetés másként kell nézzük nekünk innen Nyugat-Európából, mint bármi más, de előfordulhat az, hogy ez az orosz vezetés eljut odáig, hogy Putyin ellen fordul, vagy ez egész egyszerűen nem következhet be, tehát annyira egy csirájában folytanál, igen, akár. Figyelj, elméletileg előfordulhat, minden vezetésnél elméletileg előfordulhat, hogy megpucsolják a vezetőt. De ha megnézzük az orosz történelmet, akkor ez nagyon nem gyakori. Tehát a legutolsó olyan vezető, akit puccsal távolítottak el, ez ugye Hruscsov pártfőtitkár volt. Aki ugye Sztálin után jött rövid időre, Malenkov és akkor utána Hruscsov, de ennek több mint 50 éve. Tehát jellemzően nem puccsal szokták eltávolítani a vezetőket. Én arra számítok, hogy ha előállna az a helyzet, hogy az orosz elit elég erős hozzá és elég elszánt, hogy megpróbáljon megszabadulni Putyintól, mert mondjuk annyira sebezhető helyzetbe kerülne a gazdaság, vagy összeomlás szélére az ország, erre akkor sem a pucs volna megoldás. Ugye 2024-ben 2 év múlva elnökválasztás lesz. Az egy teljesen működőképes megoldás, hogy az elnökválasztáson az akkor már 72 éves Vladimir Putyin majd esetleg nem indul el. Pucsot csinálni rettenetesen kockázatos. Tényleg, ahogy mondtátok, csírájában folytaná el egyrészt. Kettő, kéne egy utód. Tehát ha elmozdítod az egyes számú vezetőt, akkor valakinek oda kell ülnie. Na most nem látszik, hogy lenne ilyen figura kinevezve vagy felépítve, tehát egyelőre nem látom azt, hogy meg akarnak pucsolni Putyint, és egyelőre az ő szempontjukból értékelhetik úgy, hogy pláne, hogyha igaz az, hogy tavaszra ennek vége, hogy ezt még éppen akár meg is nyerhetik. Ezen a ponton nincs értelme kockáztatni a puccsot. Azt tudjuk, hogy Abramovics egyébként ezeken a béketárgyalásokon mit csinál, vagy milyen szerepet tölt be? Tudjuk, hogy ki ő, meg hogy nyilván orosz oligarha elképesztő vagyonnal és hatalommal, de hogy mégis ő mit tud segíteni, vagy melyik oldalon tud kinek mit kommunikálni? Miért van ott Putyin megbízásából lehet ott akár? Erről nincs pontos információ. Tehát a negatívan lehet a dolgot megközelíteni. Ha nem lenne a legmagasabb szintre jóváhagyása mindkét oldalról, akkor nem lenne ott. De hogy pontosan mit csinál, ezt nyílt forrásokból nem tudom megmondani.
Mi lehet szerinted a megoldása ennek? Ugye azért Zelenszky sokszor elmondta, hogy ő területről nem akar lemondani. Oké, vállaljuk, hogy lemondunk a NATO tagságról, eddig sem volt, azért mondjuk meg őszintén annak olyan nagyon-nagyon-nagyon komoly realitása. Nyilván Putyin előbb-utóbb előáll azzal, hogy valamit szeretne Kelet-Ukrajnával kezdeni, a Dnyepertől keletre, nem tudom, szóba jöhet-e, hogy annektálja, vagy elveszi, vagy megszállja, vagy egész egyszerűen orosz föderáció tagjaként tekint rá, nem tudom. Ebben nyilván nem fognak belemenni a Zelenszkijék. Tehát hol látsz egy olyan kapcsolódást, egy olyan közös pontot, amivel ez mondjuk akár tavasszal véget érhet, mindkét fél számára előnyös kompromisszummal akár? Ugye, amit Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök mond, hogy ő területről nem akar lemondani, ez azt jelenti, hogy nem fogja beleírni az alkotmányba azt, hogy a Krím mostantól nem Ukrajna része, vagy Donyeck és Luhansk megye nem Ukrajna része. Tehát ilyet kimondani, aláírni nem fog. De attól, hogy nem mondod ki és nem írod alá, attól éppenséggel együtt tudsz vele élni. Figyelj, azzal, hogy a Krímet nem ellenőrzik, ezzel 8 éve tulajdonképpen el vannak. Ez nem egy jó dolog, de megváltoztatni úgyse lehet, megpróbálni megváltoztatni azt tragédiát okoz, mert formálisan nem mondunk le róla, de tulajdonképpen együtt élünk azzal, hogy hát ott most éppen nem mi vagyunk jelenben. Amit a területi változásokra, vagy várható területi változásokra tudni lehet, ugye a Krím státuszában nem lesz változás sajnos, tehát jogilag marad Ukrajna része, de facto azonban Oroszország ellenőrzi. Kelet-Ukrajna kapcsán, ugye itt a felvezetőben elmondtátok, hogy a két szakadár idézőjeles köztársaság az arra törekszik, hogy Donyeck és Luhansk megye egészét megszerezze magának, és ezt a célt Oroszország is magáévá tette. Hát addig biztosan nem ér véget a háború, amíg Donyeck és Luhansk megyéből ki nem verik az ukrán hadsereget. És aztán ez egy olyan dolog, amire már majd idézőjelben rá lehet ülni. Tehát Donyeck és Luhansk megye egésze az orosz ellenőrzés alá fog kerülni, és mivel Oroszország védelmi megállapodást is kötött ezzel a két területtel, ezért annak az esély, hogy Ukrajna innen ki tudná szorítani az orosz hadsereget, ez körülbelül nulla. Tehát ezeket a területeket Ukrajna el fogja veszíteni, és nyilván nem fogjuk ezt elismerni, hogy ezt ő elfogadná. Ugyanaz lesz, mint a Krimmel. Így formálisan igényt tart rá, jogilag igényt tart rá, hivatalosan nem ismeri, hogy ez nem az övé, de valójában más választás ilyen, meg fog tanulni együtt élni azzal, hogy ez nem az övé. És ez az oroszoknak elég lesz, hogy ez nincs kvázi lepapírozva? Az oroszok azt mondják, hogy oké, így, hogy marad Ukrajna része, de mi vigyázunk rá? Azt szerinted arra Putyin azt mondja, hogy rendben vagyunk? Ez elég nekik a Krím kapcsán, és a Krímmel vidáman el vannak, anélkül, hogy Ukrajna elismerni, hogy éppen ez az övék, hogy ez éppen az oroszokat tartozik. Grúziában a két grúziai szakadár területű Abházia és Dél-Oszétia, amiknek a függetlenségét Oroszország 2008-ban ismert el, ott is Grúzia ezt nyilván nem fogadja el, de 14 éve ez a helyzet, Moszkvának ez bőven elég így. Tehát ez területi értelemben valószínűleg elég lesz, pontosabban azt nem tudjuk, hogy teljesen elég lesz-e, azt tudjuk, hogy ez az alsó küszöb. Tehát hogy ez biztosan meg fog történni, és hogy ezen kívül még veszít-e Ukrajna esetleg területet, tehát vesz el tőle Oroszország erővel területet, ez a hadcselekmények függvénye lesz. Orosz szempontból itt az igazán lényeges dolog az nem a terület. Az igazán lényeges dolog az az, hogy Ukrajna a semlegességét felvállalja, és hogy a NATO csatlakozás az lekerüljön Ukrajna napi rendjéről. Moszkvának ez az első számú célja. Ezt el is fogja érni. Tehát akkor mondhatni tulajdonképpen, hogy Putyin eléri a céljait. Tehát felszámolja azt, amit felszeretne, leszereli az oda telepített katonai erőt, NATO semlegességet kicsikar Ukrajnától, elveszi Kelet-Ukrajnát. Valójában tulajdonképpen akkor mondhatni, hogy közelít a céljai felé, ezt így lehet értékelni? Igen, bizony bizonytalanság van ebben. Tehát korábban volt az orosz követelések között az, hogy kapjon az orosz nyelv államnyelvi státuszt. Ez most éppen úgy tűnik, hogy nincs rajta a listán, lehet, hogy visszakerül, lehet, hogy nem, ezt nem tudjuk. Szerepelt a követelések között az, hogy demilitarizálni kell Ukrajnát, de ennek a részletei sosem voltak kidolgozva. Tehát például Ukrajna mondjuk milyen típusú fegyverek rendszerben tartására mondjon le, ez sincs még meg. Most éppen nincs rajta a listán, lehet, hogy visszakerül. De a fő stratégiai célok kapcsán igen, ezt el fogja érni. A kérdés inkább az, hogy milyen áron. Szerinted, igen? Tehát ugye ez a pürroszi győzelem fogalmára kezd emlékeztetni. Tehát igen, a legvégén lehet, hogy eléri a céljait, de Oroszország ezért rettenetes árat fizet.
Hát Oroszország is, igen, Európa is, tulajdonképpen igen, mindenki igen. A szankciókkal. A finn-svéd mozgolódás a NATO felé az mennyire húzzogálhatja szerinted Putyin bajszát, hogy itt egyre szorosabb az együttműködés? Felléphet agresszióval, vagy tulajdonképpen ez csak jelzi, hogy neki ez nem tetszik, hogy Finnország és Svédország szorosabbra fűzte a kapcsolatát a NATO-val? Ugye formális csatlakozási kérés nincsen még beadva, sem Stockholm, sem Helsinki részéről, és egyébként a NATO csatlakozás egy elég hosszú folyamat. Tehát nagyjából két esztendő. Tehát ha holnap beadna a finnes és svéd vezetés a kérelmet, hogy a NATO tagjai akarnak lenni, akkor normál működés esetén ez 2024 eleje környékén lehet csak reális. Ez nem olyasmi, amit Oroszország örömmel fogadna, de így, hogy az orosz hadsereg le van kötve Ukrajnában, sok szempontból kivérzett Ukrajnában, pláne addig, amikor ennek vége lesz. Nem nagyon hiszem azt, hogy Oroszország kész van a katonai erővel ténylegesen megtámadni Finnországot és Svédországot annak érdekében, hogy azok ne csatlakozzanak a NATO-hoz. Annál is inkább, mert mindkét ország, és különösen a finnek, ugye nekik van közvetlen határuk Oroszországgal, évtizedek óta készülnek egy olyan lehetőségre, hogy Oroszország esetleg megtámadna őket. Tehát Finnországot nyilván... Ha Moszkva teljes erejét bevetni, akkor le tudná győzni Finnországot, de írtózatos ára lenne. Tehát, értelmetlen. Én nem hiszek abban, hogy itt Oroszország katonai erőt alkalmazva, akár Helsinkivel, akár Stockholmmal szemben, most biztosan nem. Mit mondasz te, ha most tippelned kellene, mikor lesz áttörés szerinted a béketárgyalásoknál, meddig tart? Valóban van annak realitása, hogy tavasszal ez lezárulhat, elfáradnak az oroszok, kimerülnek, az anyagi tartalékaik, katonai tartalékaik már vészesen fogynak, vagy megtörténhet tényleg, hogy akár ez fél évig, egy évig még húzódik, és nem nagyon látszik a vége? Amit elég pontosan lehet tudni, ugye május 9-e Oroszországban egy nagyon nagy ünnep, a győzelem napja, ugye a második világháborúban adott a szovjet győzelem napja, ez tényleg egy országosan óriási ünnep, tehát nem egy olyan dolog, hogy megemlékezünk itt a Pálkozdi csatáról, örülünk, hogy volt ilyen, de körülbelül ennyi, hanem május 9 az tényleg egy ilyen országos jelentőség ünnep. Azt lehet elég pontosan tudni, május 9-én Moszkva már meg akar ünnepelni valamit, tehát addigra meg akar nyerni valamit. Szerintem Donyeck és Luhansk megye teljes elfoglalása, orosz terminológia szerint felszabadítása lesz ez a valami, amit május 9-én már megünnepelnek. Az ideális az lenne Oroszország számára, hogyha május 9-én meg lenne a teljes fegyverszünet is. Ez még nem teljesen biztos, hogy meg lesz. Viszont ami a vesztességeket illeti, az a helyzet, hogy Oroszország magasabb bázisról indul és jobban is bírja. Tehát itt egy elhúzódó konfliktus katonai értelemben, ez tudom, hogy brutálisan hangzik, de katonai értelemben Oroszország jobban tűrje vesztességeket, mint Ukrajna. Annál is inkább, mert Ukrajnának ugye a civil lakossága is pusztul. Tehát Zelenszky elnök szempontjából minden egyes háborúval töltött nap, az nem csak a katonai helyzetről szól, hanem arról a kérdésről is, hogy ma vajon hány állampolgárunk esik áldozatul az orosz ágyuknak. Tehát itt van egy ilyen típusú nyomás az ukrán vezetésen, ugyanez a nyomás az orosz vezetésen nincs rajta. Erősebbek az erőforrások, és több emberük van. Máshogy is számolják a civil áldozatot Oroszország. Hát reméljük akkor ezt, igen, meg máshogy is számolnak, reméljük akkor ez a május ez realitássá válik. András, köszi, hogy segítettél áttekinteni orosz oldalról a történéseket. Köszönjük szépen, beszélünk majd. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, köszi. Rácz Andrásnak, Oroszország szakértőnknek köszönjük szépen. Mindig egy kicsit megérted az orosz gondolkodást általuk, nem? Nincs sem magyarázat, sem elfogadhatóság az erőszakra és arra, amit csinálnak, csak hogy gondolkodik Putyin, vagy mit miért csinál. Muszáj megérteni a nyugati embereknek. Valahogy. De valahogy hát elképesztő, hogy egyelőre nem látszik a vége. De elérik a céljukat. Így van, el fogják érni a céljukat. Oké, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan, most már vidámkodunk, jó? Vidámabb témával megyünk tovább. Az eső zuhog, gyönyörű idő van, de mi jövünk vissza mindjárt. Április elsője van, így van. 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Na. Balázsék nevetésben gazdag műsorát a megújult Eurojackpot támogatta. Támogassa úgy, hogy megmondja a számokat. Úgy is van, vagy Eurojackpot úr. Jackpot úr, betépjük a szelvényünknek a szélét. Igen, mi leszünk az jó, a két végén, a 8 milliárd forintra bejelentkezünk, Jackpot úr. Csak ez már ilyen jóba lettünk a hét előtt, tessék a számokat is megmondani. Legalább a plusz, nem tudom, 12-ből a kettőt. Az 50-ben majd azt megpróbáljuk. Majd valamit tesse meg segíteni. Szétosztjuk magunk között, tehát ezt nem olyan itt teszi el, vagyunk 89-en a stábban, mindenkinek csak 1-1 milliárd jut. Jó? Így van. Nem olyan gáz. Nem, csak valamit segítsen. Na jól van, gyerekek, milyen az idő kint? Nagyon esik?
Hogy mondja János? Hogy mondod? Akarsz, van, mintha integetnél, mintha hogy, mondani akarnak. Nagyon fontos igen, mondani hogy, mit akarsz? Nagyon. Jani bejött, mint a hörcsök, tele a szája, érted? Meg se tudott volna szólalni. Na gyerekek! Küldeményünk jött. Júj, de jó. Nem keveset fizettem ezért, és már kicsit lemondtam arról, hogy ez megjöjjön. De ma megérkezett. Na, ő? Nem. Nem. Illetve jó. Melós. Két évvel ezelőtt fizettem rá elő, és kértem Julit, hogy fizesse ki, utalja át. Nagyjából, hát legalább másfél éve. Hmm. És akkor azt mondták, hogy ez csak egy prototípus, nem biztos, hogy megérkezik. Azt mondták, hogy lehet, hogy lenyúlják a pénzt. Sőt, azt igen. is mondták, hogyha elegen szállnak be a prototípus fejlesztésébe, és adják előre a pénzt, akkor le tudják fejleszteni, majd kereskedelmi forgalomba tudják hozni. És azt mondom a Julinak, Juli, mi egy ilyet veszünk. És ebben mi beugrottunk okosan, ugye? Tehát nem, a többes azért... szám nem teljesen jó. Maradjunk annál, igen, hogy én fizettem, te tehát értem én, hogy, hogy most gyorsan el akarjuk beugrani, appolni. Nem voltatok benne. Van nálam cash, ha akarod, beszállok, most nyertem. Én fizettem. Nem tudom, mennyi volt, 100 vagy 200 dollár. Nagyjából mi beszálltunk. Tehát hát én átutaltam Julit, megkértem, hogy utaljátok, és odaadtam Julinak, hogy benne legyünk a prototípus fejlesztésbe. Ne. És benne lettünk. Egy harmadik generációs erotikus baba? Nem, egy első generációs. És beszéltünk róla adásban, rögtünk egy kicsit rajta, és elmondtuk egyébként, hogy a találmány milyen hatásos, hogy mekkora ötlet, hogy ez megint miért nem jutott nekünk eszünkbe, és olvasgattuk a fejlesztők levelét, hogy ha és amennyiben elegen utalnak nekik pénzt, akkor ők valóban meg tudják ezt csinálni, és utána tudnak belőle már egy csomót gyártani. És ez ma megjött. Ott van mellette, és te fogod kipróbálni. Jani! De miért én? Hát, mert ez a te napon. Nem sorsolunk. Meg tudom, hát mert most ez jutott eszembe, ja. Hogy... A Balázs nem tud kimenni, mert akkor kibeszél. Én nem férek el benne. Aha. Csak ide a teraszra nem kell semmit csinálni. Azt honnan tudjuk, hogy Feri nem fér el benne? Na mindjárt megnézzük. Sejtem, hogy miről van egyébként. Gyerekek, megérkezett és még meleg. Az Amerikában fejlesztett első között kapjuk. Még senkinek nincs ilyen. Igen. A sokat emlegetett kakisától. Ez az! Ami ugye úgy hirdette magát, hogy nem kell most már elbújnod az erdőben, nem kell zavarba lenned horgászatnál, nem kell aggódnod azon, hogy hogy mész te be a susnyásba elvégezni a dolgot. Fem. Van egy pici sátor, ezt csak magadra húzod, és akár a Blahalújzat éred a busz megállóba, egy kicsi székre leülve pottyant az egyet úgy, hogy a sátor rajtad van, amerikaiak találták ki. És ez ma megérkezett. A csávók tényleg nem lenyúlták a pénzt, legyártották, megcsinálták, megjött Amerikából, ott van melletted a doboz. Nem, én már lemondtam róla, én mondtam, ez ekkora ötlet volt, hogy lenyúltak minket 200 dollárral. De mondom, Juli, mi befizetünk a prototípusra. Nekünk egy ilyen kell. Ott van a kezedbe, ott fogod. Mi ebben a sérülékeny? Hát a sátor anyaga, hát a sátort a fölvágod. Mi ez? A sátracskámat. Ad, hagyd bontsak ki, te pedig addig. És egyébként meg nem is értem, hogy miért. Nem azt próbálja ki, aki a legjobban örül neki. Mert megbeszéltük, igen? Amikor megrendeltük, hogy ezzel te kimész a Blahára. Aha. Oda néz. De nagy. Oda néz. Jól néz ki. Azt mondja, hogy perfekt minden kalandhoz, sátrazáshoz, vadászathoz, horgászathoz, utazáshoz. Fesztiválokra viszed magaddal, és magadra hajtod. Tehát nekem. Megcsinál, be van csomagolva, katonai színe, ilyen zöld színű a dolog. Hátizsákba van hordó, hátizsák. Megőrülsz. Hátizsákot csináltak belőle, nézd meg. Egyébként profi néz ki. Egy kocka alakú, barna színű hátizsák, amit felveszel, és viszed magaddal. Hát ez hihetetlen profi megcsinálták. Tudod, a csávók. Milyen jó fog jönni ez a várfoglalónál? Hát megvan a kakisát. Ezek a lakott területek, ahova járunk. De hova nem mindenütt van. Hát, már a színe. Ez már a színe is te vagy, basszus. Igen, de nem, ahogy színész, ahogy néz, olyan, mint egy Janinak csinálták. Itt van egy katonai felszerelés. Nagyon jól néz ki, nagyon kis mutatós. Itt a mobiltelefonod? Igen, miért? Hát legalább az erkélyben nyel vele, és húz magadra, és megnézik, hogy milyen az menne. Jó, csak azt nem ígérem, hogy tudom is használni, nem, ez kell, nem így megy. Ez nem nálam, nem így, a műsorban, nem így megy, mint nem úgy megy, mint nálad. Fel a kis sátrad, a kis hátracskádra. Jó? Kibontsam neked, vagy úgy indulsz, mint aki... Nem tudsz egyszerre telefonálni, és kibontani, ezt kiveszem neked. Mint akinek nem kell szarni. Figyelj, hogy ez pattis ki a két oldalán. Hogy ezek mennyire profik. Figyelj, csináltak egy komplet hátizsákot. Ugye azt mondja a termék, hogy magadra hajtod bárhol. Több vagy patent. Kicsi székre ráülsz. Van szék is? Ott a szék, persze. Nem áll, Jani, hát ez egy óriás extra. Na jó, most nem hiszem el, hogy mennyire profik. Egy picit azért elkezdett tetszeni. Figyelj, egy összehajtható műanyag széket. Basszus, egy picit elkezdett tetszeni.
ki van vágva a közepén. Még egy rajta szerintem. Nem kell, így nem, jó. Nem, de akkor elég hülyén csináltak meg mondjuk, mert... Oda néz a sár... Jó, prototípus. A táskából előveszel egy összehajtható kis sámlit, jó, aminek lábai vannak, kihajtogatod, mint egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen Herbírás kis... van rajta, nézzük meg, aztán téged tudtasítás. Téged elbírne a gond. De az sajnos ja, azért nem így, ami a gondok, hanem egy elsőben felére is álljon. Íme a sátor része. Becsomagolva, őrületesen profi. Nagyon jó. Tessék, jó. Ezt kell magadra hajtanod, ez egy klasszik sátor, amit ugye hát egész egyszerűen te tudod, hogy kell hívni, ezt magadra hajtod. Feri már rá is ült. Milyen? Ó, nagyon kényelmes. Na, viszont az tényleg kőprofi. Figyelj, kőprofivá válik az egész. Adjál online hogy, nyugodtan. Hogy egyetlen mozdulattal ki lehet nyitni. Ezt magadra kell hajtani, ez kinyílik. Ez csak kidobod. Őrületesen profik ezek a csávok, és megcsinálták. Imádom őket. Insta privi. Az a sátor neve. És csak mondom, figyeld, hogy a szék alá hoztak zsákot, magát a zsákot, ahova bemegy a cucc. A kaksi, de de nagy. Őrületesen profi. Jani, nem vagy férfi, ha ebbe ma nem gittesz bele. Te mész ma várakaforgat. Figyelj, marha érdekes egyébként, hogy, hogy fönt van egy ilyen kis szellőző réteg benne, tehát hogy, hogy van egy ugye, szerintem egyébként ez is ilyen vízálló, vagy minimum vízlepergető rész, és a teteje és az oldala között van egy körülbelül 5 cm vastag, ilyen szellőző réteg. Igen, vagy ahol te kinézel a busz megállóba, hogy lenézést problémája van ennek a szellőző rétegnek, hogy, hogy nem csak szellőzik rajta keresztül a sátor, hanem be is lehet látni. Nem látsz, csak odaállsz, nagyon. Van nejlonzacskó, amit megmutat, igen, hogy hogy kell a székre szerelni, igen, a nejlonzacskót, mint egy kukazsák, csak ugye nem teljesen az a neve. Rászereled, fölhajtod kurazsák a széknek az ülerészét, rárakod a szatyrot, visszahajtod, mint amikor a kukába berakod a szemetes profi zsákot. Profi. Elképesztő profi. No. Annyi hátulütője van a dolognak, hogy ezt neked vinned kell magaddal, mert ugye ez nem lehet kidobni. Hát azért van hátizsák. Ja, hogy magát a cuccot. Mm-hmm. Tehát, hogy na lebomlott. Ani, legyen egy kicsit izé. Nem, az hogy a vezésuladéknak számít az emberi űrülék, tehát, hogy azt vinned kell. Na most persze magammal visszahagyjam már. Nálatok olyan sok kula szokott lenni egyébként nálatok, amikor... Nem, de ha esetleg oda szarnék a Börzsönybe biciklizés közben, szerintem magammal vinni, mert veszélyes hulladék. Figyelj, jó, de a blahán... Akkor csak jobb a szemedre. De nem, hát ott a szatyorba esik. A szatyorba esik, tehát a szatyorból te ezt aztán... Nem csinálsz a szatyorral. A beledobod a kukába. Odaadod egy hajléktalannak, hogy... Na bocsánat, a kutyakaki... A kutyakaki az oké, hogy ezt bedobod a kutyakaki gyűjtő kukába az acskóval együtt. Ez ugyanaz, csak kicsit nagyobb. Igen. Na most egyetlen dolog érdekel, még a merevítés, hogy ez... Te mi vagy, egy ANTS? Vagy egy merevítés? Te nem izélni, mint Woodstockba mész vele, magadra húzod, kakisz, mit akarsz merevíteni? A fejedem tartasz. Persze, tartod a fejed, de mindjárt csinálunk egy Insta videót róla. Milyen merevítés? De nem ízé Sziget Fesztiválra mész 6 napig benne aludni. Bocsáss meg, én rutinos túrázó vagyok, tehát engem ezek a racionális dolgok, ezek érdekelnek. Rágyjon a szaporat. Magadra hajtod, ráülsz a székre, alárakod a zacskót, megtörténik a dolog, és leveszed és magadról kész, a sátrat. Mondom egyébként, hogy ez, tehát hogy ez a méret, ez konkrétan nem tudom is, Feri mekkora ülve, de neki már nagyjából kicsi lenne, szinte kilógna a lába alulról. Tehát nem túl nagy méretű emberekre. Na de ez arra van, hogy amikor már ülsz rajta, ez már jó lesz. Ezzel kezdtem, hogy ülve. Jó. Tehát, hogy én értem, csak hogy a kicsi embereknek, kisebb embereknek van. Tehát, hogy igazából igazatok van abban, hogy ez szinte rám van szabva. Nem értitek, amit mondok, tehát nem értem. Ne, nézd meg! Én most értem, de most nekem hiányzik a lelkesedésed ebből, hogy nem szellemülsz át. Ez mekkora dolog, hogy megkaptuk a világ talán második legjobb kakisátrát. És merevítőt keresel meg magasságot. De hát én racionális ember vagyok, hát próbálom meg a dolgot. Na, nem hogy kell, hogy működik. Egy kakisátrat megközelíteni racionálisan. Zsákba, és eltakar. Hát ennek ez a lényege. Most nem a méret a lényeg, hogy most nézd meg mekkora. Hát nem ott, hogy nem megy. Ülj le, Feri. Most ülök rajta. Ja, most a kaki rajta ülsz. Igen. Nyugj egy kicsit. Tedd rá a tetejére. Hát simán rámegy, a Feri majdnem 2 méter. Ér, és nézd meg, és földig ér az Insta privi. Mondjuk, hogy ülsz azon a széken, az most elég vici. Elnézést, uram. És még előre is tudok dőlni. A Blaha Lujza téren vagyunk megtenni, hogy kijön a sátor alól? Mindjárt végeztem, akkor kijönöttem. Elnézést, közszemlettől vagyunk. Meg tudnám mondani, hogy mit csinál itt a Népszijjáz utca mellett? Sekkiázik! Hagyjatok békén! És mindehhez egy profi hátizsák. Az nagyon profi.
tényleg az le a kalappal, tehát ránézés úgy néz ki, mint egy igazi katonai felszerelés, tényleg az nagyon, az high-tech. WC papírt adtak, és mi az a, és? Mi az a dobol, mi, abban mi van? Az mi az a kis henger? Azt nem tudom, mi a henger, de figyelj. Szerintem az a, az a toalettpapír. Mutatom, konkrétan. Adják a zsákot, és papírt hozzá. Itt a csomagoltak papírt, rendes papírt, hogy egybe vidd az egész szettet. Hát szerintem őrületesen profi. Ez mi? Valószínűleg nem tudom, ez valami olyan, ami szűrő lenne egy ilyen víztisztítóba. Ja, nem, ez a WC-papír guliga. Igen, akkor csak a gurigás WC-papírt is, meg rendes ilyen, ilyen nagy alakút is. Hát figyelj, én ettől el vagyok álljóra. És a zsenialitás a gyerekek, igen? Hogy körbe van párnázva a teteje, ahol fölfekszik a fejedre. Na, a zsenialitása. Ja, hogy ne nyomja a kis bucidat. Persze. Felhívunk telefonon. Jó. Nem kell, csak menj ki az erkén és húzd magadra, hogy mit jó. Érzel. Jó. Ülj ki a székre, meg akarom nézni. Jó. Csak nézzük meg ezt, hogy mit látsz ki belőle, hol van a szemed, felhívunk itt a telódat. Mi kell még? Jó. Hátizsák, nem kell? Nem, azt nézem, a széket, hogy vidd, a széket. Csak a szék. Csak a széket és a hátizsákot. Telefon? Telefonod van? Hogy ne volna. Jó, felhívunk. Jó? Mindjárt kiviszi utánad a Viki. Üldögén nyugodtan 8 után csörgünk. Mekkorára? Nem csillog a szeme. A világ zseniális találmányainak sorában a legelsőt a vettük meg. Őrületes, hogy meg. Ez a miénk az első a világon. Ez még ez senkinek nincs. Megkaptuk a prototípust. Beszálltunk a fejlesztésbe, érted? És van alátét. Várjál, de hogy milyen profik az amerikai, akiként fiat, tudod, mit csomagoltak még a hátizsákba? Még arra is gondoltak, hogy kéztisztító gélt tettek be. Tehát egyébként nagyon precízek. Illatosító nincs. De nem, ez illatosított gél. Hát külön illatosító nincs, de illatosított maga a gél, tehát gyönyörű a csomag, és figyelj, tett még bele, nem hiszed el, ezt nem hiszed el. Higiénés kendő, hogy le tud törölni, nem, a deszkának az ülő részét. Mert nem egyedül mész kirándulni. Mennyire precízek azért. Egy kaki sátorral. Figyeld, és még mi van benne, és beraktak profi módon még egy névjegykártyát is. Mennyire profik, mennyire ügyesek. Hívjuk a Janit, jó? Figyeld, áll a sátor ki. De most még áll a Jani, még nem csüccsent le. Csüccsenj le a székre! Várjál. Mit csinál? Várjál, fölhívjuk. Hát most még csak néz. Mindjárt hívunk. Figyeld, áll egy sátorral a fel. Nem hiszitek, egy gyerekek, kint mozog egy sátor, mint egy két lábon járó katonai sátor. Na milyen bent? Figyelj, nagyon jó pofa, ez gyakorlatilag, ez egyébként most teljesen egyértelmű, hogy ugye mire találták ki a dolgot, de ettől függetlenül ez egy nagyon profi kis kötött sátor, még a buszra is várhatok szerintem benne ülve. Tehát simán el tudom képzelni magam, hogy ott ülök a 110-esnek a megállójába, és elmennek mellettem az emberek, és nagyon furán néznek rám, hogy ez mi lehet vajon. Kívülről úgy néz ki, mint valamilyen nagyobb méretű, ilyen komposztgyűjtő hordó, és ami jó pofa benne, ami nagyon tetszik, hogy belülről a sátor anyagába, hát ez nagyon jó. Találtam egyrészt egy WC papírtartót. Ne csinált, hogy csináltak egy tartót, őrület, nagyon jó. Van benne egy WC papírtartó, és mellette ott van egy angol nyelvű használt utasítás, hogy mit, hogy kell használnod. Oké, de hogy tolod le a nadrágodat, ha már rajtad van a sátor? Ahhoz fel kell állnod, vagy ülve fölállsz? Óriási, hogy mozog a sátor az erkélyen. Várjál, fogom a telefont, csak nem tudok egyszerre letolni a gatyámat is meg. Pillanat. Kedves egészségedre. Rettetesen szürreális, hogy mozog egy sátor kint az erkén, egyedül vagy kint az erkén. Na most letoltam a gatyám, de tényleg letoltam a gatyám. A szó legszorosabb értelmében. Én profi vagyok. Figyelj, egyébként nem kényelmetlen. Tehát jó a szék, kényelmes. Jön az inger. Már indulj. Jó, tehát kényelmesen le tudod tolni, és rá tudsz ülni. Aha, egyébként egész kényelmes. Ha lenne rajta egy nyílásod, ahol meg tudok fogni mondjuk egy botot, szerintem ezzel horgászni is lehetne. Egyszer nem kéne sehol menni, mindig csekkolhatnám, hogy mozdul-e a kapás jelzőm, mert hogy ez is simán ki lehet írni. És mondom, ami durva, hogy ez egy vízlepergető cucc. Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy négy évszakos kakisátor. Jó, hogy az inger megjött, az oké, csak nincs rajta a kakizsák, jó? Tehát nincs alatt a zsák, igen, vigyázz. Igen, most biztos nem örülnének neki annyira, hogyha ide gittelnék. Erre a műanyag padlóra. Egy minden reggeli műsor, igen. De akkor azt mondtad, hogy kényelmes. Tehát, hogy ez így jól... Igen, teljesen kényelmes, és amire egyébként a Fer is felhívta a figyelmet, hogy ugye a fejedre támaszkodik maga a zsák, az a része kifejezetten kényelmessé teszi. Súlya nulla, tehát egyáltalán semmi súlya nincs. Ja, hogy leülsz, a teteje rámegy a fejedre, tehát a fejeddel tartod. Így van, igen, és tökéletes,
360 fokos körben kilátok. Illetve hát, ahogy ahogy jeleztem, 360 fokos körben be is látnak, de hát ez mind, akkor visszaintegetek. Mert valójában ugye olyan alacsonyan van, hogy hiába nézve valaki nem tudja kitalálni, hogy valójában mit csinálok. Semmit. Csak ha vesz egy nagy levegőt. Figyelj, őrületesen jó. Tehát ez buszon, tömegközlekedésen, nem tudom, Deák téren, bárhol, ezt be kell nézni a sátorba. Ment a felébe benézni téged. Alapvetően egyébként akkor jó, vagy akkor működik a dolog, amikor, tehát, hogy amikor nagy a forgalom, tehát így szerintem a reggeli órákban, meg a délutáni órákban, vagy a kora estékben, amikor mennek haza az emberek, mert azért ebből a sátorból kijönnek ám a hangok. Igen, az biztos. Jó, hát ez egy nem arra, hogy állandóan, ez egy eseti megoldás, ha nagyon nagy bajba vagy, akkor magadra teríted az utcán, és mire felfogják, hogy mit csinálsz, már végeztél is. Tehát ez egy eseti megoldás, nem egy állandó dolog, ez így csak van, egy olyan... Így van. Igen, igen. De fesztivál egyébként tökéletes, amikor például a nagy színpadon éppen Bobby Brown zenél például, akkor tök stílusosan te egy kaki sátorral odaülhetsz balra a színpad mellé, és ott elvégezheted a kis dolgodat. Figyelj, teljesen, az egyfajta, én azt gondolom, hogy ez például sokkal kulturáltabb és civilizáltabb ez a forma, mint például az a szembeállós vizelde, amit kiszoktak rakni. Szerintem ugye sokkal jobb, sokkal intimebb. Egyet sokkal, próbáljuk, még forgatunk egy Insta videót, hogy tedd már meg, hogy felborulsz. Hogy akkor mit látunk? Alulról belátunk a sátor. Nagyon cuki vagy, csak csurom vízik minden, tehát hogy nagyon szélesen felborul. Jó, a szigeten megtörtént, hogy fellöknek. Jó. Figyelj, jó, menjük föl, ahogy felborul. Várjál, majd felveszek újra. Jó, figyelj, ez csak a kedvetekért veszitek? Várjál, nem, kimegy, mert ezt én is ki akarom. Mondjuk meglök valaki a szigeten, és te véletlen felborulsz a sátorral. Várjál, Feri arra megy, hogy ő meglök téged, részeg. Aha. Mellé, várjál. Ne, megy a Feri, várjál. Aranyos meglök. Vagy, Viki, csak az arcomban. Ne, észre, mert Viki ide jött, és pofán vágott konkrétan. Tehát nem egyszerűen felborított, hanem lenyomott nekem egyet. Jó. De ezt te úgyis ismered. Figyelj csak. Borulj fel valamire. Megborulok magamtól. Jaj, bászos. Nem hiszem, mert felborult egy mit látsz alul, Feri? Belátni? Na, ki a profi? Nagyon jól felborultál egyébként, sose láttam még sátorként felborulni téged. Nagyon jól nyomod. Jó vagyok. Én mondtam, hogy én rajtam nem múlik, érted? Én profi vagyok. Igen. Te ma reggel még nem gondoltad, hogy egy kakis hátorral fogsz borogatni? Hát hogy gondoltam volna? Hát hogy? De most végre itt vagyok. Na, ugye kultúrát a dolog? Nagyon. Figyelj, az a... Hogy sokkal kultúráltabb tényleg, mint az a vizelde. Az a háromszemélyes, négyszemélyes piszuár, amit kiszoktak, sokkal diszkrétebb. Diszkrétebb. És te kilátsz a kis csíkon fönt. Tökéletesen. Nem lehet belátni, megnyugtatlak, én kimentem, nem látsz semmit benne. De vannak azért van egy pikantériája, hogy ott ülsz mondjuk tényleg valahol, mert azért vagyok őszintén, ennek a városnak komoly problémája az, hogy nem találsz WC-t sokszor. Ezt az amerikaiak erre találták. A két fejlesztő srác ezt mondta, hogy ez egyszer kisegít, ha nagyon nagy a baj. Figyelj, és szerintem, hogyha már rutinos vagy benne, akkor tényleg ez az a típusú, ismeritek azokat a kis sátrakat, amik ugye a merevítőjük össze van egy tekerve. Igen, nyolcas alakban összefordul, és kész. És ennyit csinál, csak a zip, föl a dobod a levegőbe, kész, és már kakilhatsz is. Tehát szerintem működik a dolog. Na, most az a feladat a hírek alatt, hogy ugyanúgy visszarakjátok a hátizsákba, na, ahogy volt. Azt figyelj, Jani, precízebben fogja elcsomagolni, mint ahogy volt. Megszennyítek összekint a kulát. Jövünk a hírek után, mindjárt 8 óra van, pontosan itt vagyunk rögtön. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Baleset van az M1-esen Győr felé, 61-es kijáratnál. Köszönjük szépen, a stúdióban megfelelő 23 fok, úgyhogy ez nekünk remek, aki gondolja, szavazzon. Tök oké. Ugye ma adunk egy klímát és egy harmadik generációs gyerekek, Emurát, április közepén kerül ugye a boltokba, tehát a rádió egy hallgatója lesz az első magyarországi példány birtokosa. Úgyhogy érdemes szavazni, a rádió egy oldalán még mindig. Ugye a klímás játékra. Most úgy jók vagyunk, 23 fok. Ez nem baj, ha nem piszkáljátok. Nem baj, így hagyjátok, ez nekünk nagyon kellemes. Párjusson eszünk be a tegnap, ugye a 38 fokkal meg az érkező kisasszony. Neki a kicsit kompenzálva voltak a szenvedéseink. Igen, Lacus végül is nem szúrt ki velünk annyira.
Mint amennyire mi gondoltuk, ugye? Lacus letiltott a Vivit. Lacus közvetett formában intézett nekünk egy... Igen, hogy nem engedte Vivit etkőzni. Így van. Ugye? Azt engedte meg, hogy maximum koktélokat csináljon nekünk. Igen, nem engedte. Lacus szigorú volt, és azt mondta, hogy... Így van. De az internetre kerül, az ott marad az interneten, úgyhogy... Úgyhogy igazából hálás kell, hogy legyünk Lacusnak. Igen, hálásak, hogy már jött egy nagyon kis bomba csajszé érkezett bikiniben. Vagy... Viszony. Ugye bikiniben? Abban volt. Na, meglátjuk, ma most 24 fok van, úgyhogy egyelőre jól állunk. Jó, szavazgassatok, nyomkodjátok, és akkor nyertek egy gyönyörű szép klímát. Ha minden jól megy. Figyeljetek, jó volt. Én azt mondom, hogy kicsit beljebb vagyok, megint egyfajta kulturális sokként értem meg, hogy nagy nyilvánosság öt, mert azért az ember viszonylag ritkán tolja le gyakorlatilag az utcának atyáját, és kezd el neki annak a dolognak, amit ugye szeretünk privát módon intézni, de hogy ez más ember lecél, ugye? Más ez az érzés. Ezt figyelsz, összerakták. Én azt hittem, lenyelték a pénzt. Ez a minimum, de hogyha ha meg nem nyelik le, akkor valami hulladék cuccot csinálnak, de ez nem. Ez egy profi cucc. És tök jó gondolat, meg egyáltalán tök jó a tudat, hogy bárhova mész a városban, ott van a te jó barátod, a kakisátor a hátadon, és bármiféle probléma lesz, bármiféle kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, nem kezdesz el izzadni, nem kezdesz el kapkodni, nem kezdesz el rettenetesen stresszelni, hogy most mi lesz, hanem egyszerűen csak leveszed a hátadról a kis hátizsákodat, egy mozdulattól, hopp! Kibontod a sátrat, googolsz és csinálod. Ez két amerikai sárc, de bejött nekik. Óriási van rá egyébként, már írnak az építőiparból, írnak a kamionosok, hogy nekik ez egy megváltás lenne, úgyhogy lehetne, ha forgalmazást, magyarországi forgalmazást igen. Elvigyük. Hogyha egy perccel korábban jön a 8 Express, az egy picit kapkodósát teszi a dolgot. Akkor fölszállsz így sátorban. Akkor föllépsz sátorra, úgyse tudja senki, mit csinál. Na, volt egy témánk, amit tegnap előtt elkezdtünk, és ezt mondtuk, hogy megbeszéljük, ugye? 6 órakor kezdtük, aztán ezt át későbbre tettük át. Mondtuk, hogy akkor ezt megbeszéljük, hát a szülők is tudnak majd nekünk írni, hogy mi a tapasztalat. Ugye, mit mondtál? Fölmerült nálatok a gyerek zseppénz. Így van, meg a bankkártya kérdése. Alapvetően ugye erről kezdtünk el beszélgetni, igen. Mert ott náluk egy csomó a gyerekeknél, ugye az osztálytársak között, Panda 13, Soma 11 éves, tehát 5-es, 7-es, már egy csomó gyereknek van. És ugye azzal jöttek haza a srácok, hogy nekik nem lehet, hogy nyitunk egy-egy bankszámlát, és adunk bankkártyát. És akkor én elkezdtem gondolkozni, hogy jó ez, rossz ez, kell ez, nem lesz, vagy nem kell, megkérdeztem őket is, hogy szeretnék érveket, hogy miért legyen nekik bankkártyájuk. Az első az érvek sorában a következő volt, mert nagyon menő. Hogyha a fiataloknál az egy nyomós ér. Igen, nyomós ér, de aztán mondták azt is, hogy például nincs készpénz érintés ezekbe a covidos időkbe, azért belement a gyerekek agyába is az elmúlt 2 év. Aztán volt olyan, hogy könnyebben, ha ő valahol van, és szüksége van pénzre, akkor én oda tudok utalni azonnal. Kérdeztem, hogy melyik az az élethelyzet, amikor olyan messze vagy kicsi, hogy apa vagy olyan nem tud oda menni. Amikor te a konyhába vagy, ő meg a kis szobában, kb. Igen, ez nálunk előfordul. De egyébként meg jó gondolkoztak egy csomó mindenben, én meg azt mondom, hogy ez azért még ráér. Meg tudod, mi van, Feri, hogy a gyerekeid egy korán sem hülyék. Tehát, hogy ők felkészültek ebből a sztoriból egy rakás olyan érvel, amivel téged meg fognak tudni puhítani, és gondolom, ezt komoly arra neked elő. Hát persze, mondom, föl volt építve az egész sztori, hogy az iskolai büfében is lehet használni, ha ők bárhol vannak, akkor oda én tudok pénzt utalni. És tudja, édesapám, ezek a covidos idők azért nem kedveznek a készpénzzel a fizetésre. De most van zseppénz? Tehát most kapnak zseppénz? Persze, van zseppénzük, mi teljesítménybérezésben vagyunk, ugye, amit mondanak sokan, hogy ez nem jó, hogy a jegyre adunk, mi annak idején így döntöttünk, mikor ugye már felsősök lettek, hogy a jegyeket mi díjazzuk, és hogyha a hármas alá megy, akkor ugyanúgy levonás van. Takarítás, mosogatás, krumpli, pucolás? Az a családi meló, azt én is csinálom otthon, az anyjuk is csinálja otthon, ők is amit segítenek, azért nincs külön lóvé, tehát hogy az kell. De szoktak kapni például a nagyanyjuktól pénzt, ugye ünnepekre, már mama inkább odadug egy kis lóvét, mint hogy vegyen valamit, aminek nagyon örülnek, és akkor hogy például azt is mondták, hogy ezt akkor ott szépen lehet gyűjteni. Kérdeztem, hogy mi a különbség, hogy a kis malacperséjétbe gyűjtöd ezt, vagy egy bankkártyán. Mondták, hogy mert ez óriásit kamatozik. Itt fölrögtem. Ezen a részén a dolognak... Illetve sohajtottak egyet a kérdésed után. És öreg boomer nem érti, hogy mi van. De nálunk van, igen, van nekik költőpénzük. Aha. Tehát, hogy ők jegyhez kötitek a zseppénzt tulajdonképpen. Igen. Hát akkor onnan már mindegy a kártya szerintem. De nem mindegy. Hát de ha már adod a pénzt, akkor már miért nem mindegy? Hát mert most, ha például a te bankszámlád alá csinálsz alszámlát, akkor azért ugye fizet, tehát hogy a bank
ki költségek vannak rajta. Nem tudom, én még nem érzem. Nekem az mindig a bankkártyázás, de ez biztos, hogy azért van, mert ugye már idősek vagyunk, hogy ez mindig az olyan, hogy az a saját pénzed már, az arra neked kell megkeresni, figyelj, érted? Balázs szokott nagyon sokszor például hozni vele, és tökéletesen igaza van szerintem benne, hogy nincs az országnak pénzügyi kultúra, de felnőtt embereknek sincsen. Szerintem az, hogyha mondjuk például azt csinálod, hogy beállítasz egy limitet a bankkártyán, és azt mondod, hogy egy hónapban ennyit költhetsz el. Ez a limit, ez lehet gyakorlatilag bármennyi. Ez lehet 2000 forint, 5000 forint, 10000 forint, és azt mondod neki, hogy te ebben a hónapban csak ennyit, függetlenül attól, hogy mennyi van amúgy a kártyán, te csak ennyit költhetsz el. Ezt be kell osztanod erre az egy hónapra, mert ha nem, akkor nincsen több, akkor várhatsz a következő hónapig. Is. Tehát az például a pénzügyi kultúrában nálunk, arról mi sokat beszélgetünk, hogy ami van megtakarításod, az nem azért van, hogy ez pillanatnyilag bármire ugye elverd. Én mindig mondom, hogy van a hosszú távú tervezés benne, hogy ha akarsz majd jövőre egy új biciklit, azt tudjuk, hogy most marha drága, nyilván apa beszáll, de a másik felét akkor kezdjük el eltenni. Van a rövidebb távú befektetés, hogy a testvérednek két hónap múlva szülinapja lesz, arra is gondol, és van az a pénz, amit most adhok elverhetsz bármire. Tehát ezeket a srácaim tudják, de a bankkártya valahogy ez az én maradiságom biztos, nekem az egy olyan dolog, amire már saját maga termeli az ember a pénzt. Érted? Ja, értem, tehát, hogy te attól félsz, hogy neki az az ihlete, vagy az a gondolata, hogy ő bankkártyán bedugja az automatába, akkor ez egy olyan dolog, amiből mindig jön a pénz. Így van, anélkül, hogy te bármit megtennél érte. De akkor csinálj neki digitálisan valamint, merülj el egy kicsit a digitális dolgokban, és akkor csinálj egy mondjuk ugyan hasonló, csinálj ezt egy Revolut számlát, azt megtanulod, hogy az mi, ahhoz csinálsz egy gyerekszámlát, és az egy baromi érdekes, hogy ezt te felügyeled, te töltöd föl, te nézed, látod a tranzakciót, és akkor ott is neveled egyfajta pénzügyi kultúrára például, de jobban rálátsz, valójában ugyanúgy tudsz hozzá mondjuk kártyát igényelni, ha akarsz, vagy szükséged van rá. De ugyanaz történik. Na de ő gazdálkodik a pénzével, te csak mondjuk rálátsz a tranzakciójára, vagy van egyfajta szülői felügyeleted, vagy van egyfajta ráhatásod arra, rá is tölthetsz akár. De látod a tranzakciókat, látod, hogy mit csinál, de mégis ő gazdálkodik egyfajta keretösszeg. Hasonlóan, mint mondjuk egy bankkártyával. Tehát a bankkártya szerintem úgy nem jó, hogy unlimited, teljesen ameddig akarsz, kérd le, jön a pénz. Mert akkor azt mondja a gyerek, hogy bedugom egy automatából, ül egy törpe, és az kiad nekem valamelyik pénz. És hogy az honnan kerül oda, azt kikeresi meg. Hogy az mindegy, mindig bedugom, és egy törpe nekem, most kiad egy kuguló törpe, kiad nekem az automatából. Nem egy normál méret ember sámlin ülve. És akkor te tulajdonképpen, ha mondjuk összekötöd magad, vagy egy kicsit digitalizálod, magad, akkor te felül tudod bírálni a tranzakcióját, le tudod tiltani, meg tudod engedni, hogy kifizessen, nem engeded meg, tehát hogy van már az a fajta pénzügyi kultúra, vagy az a fajta digitalizáltság, amikor a szülő nagyon durván rá tud látni arra. És akkor azt mondta, hogy figyelj, ez nálam nem ment, tehát én ezt nem engedtem meg. Nyilván nagyon sok opció van, nagyon sok lehetőség, egy kártyát kész, több kártyát, mit tudom. De hogy akkor azért reveled, mert ő a saját összegét költi. De most is költi. De beosztja. Csak most ugye ott van neki cashbe. Szerintem a kártyából szempontból nagyon jó. Hát megy ki a készpénz a divatból. Hát az, hogy hozzáérinti, hogy nem fog cash-t, hogy a telefonján van, hogy Apple Pay-jel fizet, mit tudom én, hát az tök menő. Igen, ez is például az indokok között volt, hogy a készpénzt azt el tudod veszíteni. Meg elhagyja, meg kirántja a zsebéből. Nem azt mondja, de azt is, a bankkártyát is, de ha nincs PIN-kód, akkor azt nem tudják elvenni tőle. Tehát ők ugye logikusan gondolkoztak, én azért mondtam az előbb nektek ezt, hogy ez az én maradiságom, de nekem ugye ez annyira egybefort ez a kettő dolog, hogy bankkártyád már akkor van, amikor mondjuk fizetést utalnak. Szerintem már nem. Nekik már, figyelj, kriptoznak a fiatalok, értik a digitális világot, ők a készpénz nem értik. Ők a készpénz nem értik, és itt van egy 500-as fiam, vegyél valami édesed a büfébe. Neki már a digitalizáltsága, a telefonja, a Revolut számlája, a saját dolga, az pont a ahhoz a pénzügyi kultúrához tesz hozzá, amiből mi már megyünk ki, és nem is értjük. Tehát inkább engedd be abba a világba, amit te nem értesz, mint ragaszkodj ahhoz a világhoz, amit csak te értesz, de ő már nem. De értem, már nekem is rajta van a bankkártyám a telefonon. Digitalizáld, enged, használja, tedd rá. De tudd, hogy figyelj, ha olyat költesz, felülbírálom, ha olyat költesz, nem engedem meg, hogy elkösd, vagy ha olyat költesz, akkor mit tudom én, beállítok neked egy limitet, és azt mondom, hogy
Nem. Te mondjuk el tudsz költeni 1000 forintot a büfébe, de többet nem. És a gyerek megtanul digitalizáltságon belül kicsit gondoskodni arról, amennyi pénze van. Tudom, van vagy 30 000, de nem engeded neki csak, hogy elköltsön 3-at. Ettől a gyerek járatos lesz a digitális világban, viszont nem nyakra, francra adja a törpe az automatából a pénzt. Érted? És nem megkérdezi, hogy egyébként hogy jön a pénz oda? Hát ez a te pénzed, kisfiam. Te gyűjtötted össze? Rajta van a kártyádon. Szerintem engedd meg. Nem lesz az a gyerek benyomása. Akkor lesz, ha te ráteszel 100 000 forintot, és a gyerek költi. És aha, azt mondja, hogy apa, adjál még, mennyi kell, 40. Itt persze, egy 40-es. Úgy szerintem nem lesz pénzügyi kultúrája. De a gyerek megdolgozik, és nem azt látja, hogy papa mindig ad, vagy anya a jó zsaru, nem? Anya, menj, adja, hát megyek osztálykirándulni, jó, itt egy 20-as. Miért adnál a gyereknek 20 000 forintot az osztálykirándulni? Hát valamit megkíván az a gyerek érte. Tudod, te mennyi a pénzt. Szerintem jól csinálod, hogy kötöd, hogy van egy szabályrendszer, de digitalizálod egy kicsit. Én, tehát azt mondom, a szabályrendszer nálunk működik, ez a még csak a digitalizáció sem, hanem maga az eszköz, a forma, úgy nekem bennem úgy beégett, hogy az már az, amit te keresel, meg arra csak az megy, érted? De így ebben a formában védhető, amit te mondasz valóban. Nincs ahogy rajta akkor, több, mint igen, amennyit igen, te összeszedtél. Limit van rajta. Igen. Meg nem érzem szükségét, még megint azt mondom, hogy ha kell valami, akkor szólsz. Tehát ha osztálypénzt be kell adni, akkor úgyis én adom oda 2000 forintot, nem félsz fogod egy picit, hogy ez megint egy olyan kapocs kettőtök között, ami hogyha nincs, ami elszakad, és akkor egy kicsit kevesebbet vagytok együtt, vagy kevésbé lesz szoros a kapcsolatotok egymással. De benne van, én nagyon nehezen fogom a leválást, őt már most nehezen élem meg a leválást. Engedd meg neki, hogy igyon néha flakonos vizet, ne sétáljatok el mindig a gémes kutik. Tehát, hogy tudom, hogy addig beszélgettek meg mindent, de néha azt mondja, hogy szomjas, engedd meg, hogy megigyon egy fél literes palackos vizet. A palackozott víz az emberiség csapdája, érted? Az maga ott állsz a Taigetos szélén azzal, a palackozott vízzel. Hát az van, az folyik. Plusz ott a tó. Hát igyon abból. Én azt mondom, hogy inkább mi tanuljuk az ő világukat. Engedd, ne fékezd, ezt úgysem tudod. Értse a kriptót, értse a Revolutot, értse ezeket a fajta digitális szolgáltatásokat. Most a Revolut az egy 100 ilyen van, 100 féle kártya, 100 féle termék. Értse nem is a akar... kriptót, a 4000-et szeretném viszont látni, nem érteni a kriptót, most ebbe lököm bele. És mi van, hogyha érted? Nincs internet. Hoppá! Nincs elektromosság. Hoppá! Ott csak a készpénz van. Azt nem hiszem. Ott az beszél, öcsém, akinek van kesse. Nálatok mi a meneti kártyára töltöttek, Virágnak? Náluk már viszonylag korán megkapta. Tehát, mondjuk bankkártyát? Bankkártyát. És az unlimited, amennyi van, azt töltitek rá, vagy amennyit kér? Alapvetően amennyit kér. Tehát nincsen. Az nagyon nagy vonalú. De nem kér sokat. Tehát, hogy nagyon kér, azért az új autó. De az nagyon vonalú, hogy azt mondta, hogy itt van, tessék, teszek rá neked, amennyit kérsz. Hát azért most az... már 20 éves, tehát hogy bár azért neki mások az igény, de korábban ez nem így volt. Akkor megkapta a családi pótlékot, és azt kellett beosztania. Tényleg, a csépét. Hát ez még... Átutáltátok neki, az övé? Ez csépi, az övé volt, ami középiskolás volt. És akkor ezt a 12 000 forintot kellett beosztani egy hónapra. Aha. És akkor tudta, takarékoskodott? Maradt belőle, vagy... Na jó, de előbb-utóbb el kell kezdened feltételhez kötni, hát ha te mindig adsz, és mindig van, akkor 35 évesen is ott fog ülni a gyerek, és azt mondja, hogy adjál. Tehát, hogyha azt látja, hogy papa-mama kimeríthetetlen forrás, és papa-mama mindig ad, akkor kicsi igényeim vannak, közepes igényeim vannak, nagyon nagy igényeim vannak, de papa-mama mindig ad, tehát nem vagyok arra optimalizálva, hogy előbb-utóbb azért elkezdjek dolgozni, vagy leválni. Nem? Tehát, hogy azért ez jó, nehéz megállni, hogy ne, de valamilyen kritériumrendszert nektek is fel kell állítani, mert a gyerek azt fogja mondani, hogy papa, mama egy éléskamra, igen, egy kincstár, finanszírozzák az én kisebb igényeimet, majd egyre nagyobb igényeimet, ahogy nyilván mondjuk 25 éves leszek, és el akarok menni, nem tudom, valahova utazni, bulizni, barátnőkkel, bárhova. Hát az már nem 5000 igen, forint. Igen, de ugyanakkor meg ugye visszatérve egy picit így a maga a bankkártya kell, nem kell témához, az, hogy ő viszonylag fiatalon megkapta, az például azzal is járt, amiről te beszéltél az előbb, hogy ő már az ilyenekkel, mint a PayPal, meg a Revolut, meg ilyenekkel, ezek nagyon korán meg de az tök jó, kérdében még kell segíteni, persze, hát ott még nincs önálló keresete, persze. És úgy, hogy én ezekről nem nagyon, illetve nem persze tudtam róluk, de én nem nagyon használtam őket. Ő előbb kezdte el ezeket használni, mint én. Oké, okay, de hány éves volt, amikor kapott? 10? Nem. 14? Amikor középiskolás lett akkor. Hát, oké, okay, középiskola. Amikor középiskola lett, 8. Most egy 5. meg egy 7. gyerekről beszélünk. Ráadásul a külön számlát, tehát hogy neki nyitottunk egy ilyen junior számlát, vagy mit tudom én, hogy hívták akkor. Kérdezi, hogy Benny szereti az American Access Platinum kártyát? Nagyon.
nagyon. Most fejbe emelte a napi limitet, de egyébként nagyon szereti. Igen, és még pinkót sincs rajta. Hadd költse a gyerek. Legyen az, amit te csinálsz. Vidd át. Digitális világban add neki oda. Nem tud többet költeni, mint amennyi valójában van. Te nem csinálsz ezzel rosszat. De én kivenném a készpénzt a gyerek kezéből. Nem, egyrészt koszos, fölösleges, tanulja csak ezt. Ne félj ettől szerintem. Ő ettől nem lesz túl költekező, ettől ő azért meg kialakul a pénzügyi kultúra, hiszen látja, hogy papa nem ad többet, mint amire szüksége van. Papa nem ad állandóan. Beosztottad, elköltötted? Oké, rendben van, a hét akkor második felében, vagy a hónap második felében. Már nincsen ingyen Uzsi a büfébe, vagy csoki, vagy bármi. Tehát maga a keretrendszer te ugyanúgy felállítod, csak egy kicsit digitalizálva állítod föl a keretrendszert. Szerintem ez a jó megoldás. Most azzal próbálom őket nyomasztani, hogy úgyis nálam fog pittyegni, tudom, hogy hol vagytok. Ja, értem, akkor ez a mi animód, a köldökzsinód elvágása és leválása. Igen, ott fogsz még ülni 20 évesen is a diszkó előtt. Hol lehet, hogy az a drágább, hogy hazavisznek. Szerintem itt vastagon nálad benne van vastagon, persze, ez az érzelme volna. Benne. Én minden egyes ilyen kis harcunkba belehalok, amikor tudod, már látod, hogy most már önállóan csinálja, és akkor sunyogsz fel a panyes szobájba, hogy ne segítsek tanulni, kicsim. Apa, légy szíves, ne, menj már. Nem. Nem koszos a függő, hogy leveszem, de ezen a héten már harmadszorom most jöttek. Jaj, nem, de hát tudod. Minden gyermeknevelő könyv a végén ott van a legfontosabb mondat, hogy a szülő legfontosabb feladata, az pedig nem más, mint hogy a legvégén, mikor megtettél mindent, amit tudtál, és kilőtted a nyilvesszőt, és megy, és akkor azt kell csinálni, hogy akkor engedd el. Tehát, hogy, hát igen. Tehát, hogy ez a legfontosabb, ha nem vágod el a szálakat. Ha ott maradsz neki mindig, az jó, de legalább annyira terhelő. Hagyd csak, váljon le, legyen önálló, jó az. Jó az. Jó, úgyis, ha jó az érzelmi kapcsolat, úgyis jönni fog, ha szüksége van rád. De a szülői lét legnagyobb kérdése az, hogy el tudom-e viselni, hogy nem biztos, hogy hozzám jön. Nem. Már most megmondom, nem. Ne menjen ahhoz a Krogerhez, itt az apukája. Igen, az a 46-os cipő, hogy én abba biztos teszek valamit, hogy belelépjen az a Kroger, aki itt van most a lányom szobájába. Lakás volt, hülye gyerek, elégett a cipő. Na, tiplival innen. Igen. Apró kicsi lépésekben kell. Apró kicsi lépésekben. Na, ez például az, és tudod, mit csinálsz? Kompetenciával ruházott föl, ettől a gyerek magabiztos lesz, ettől önbizalmat adsz neki, és ettől furva módon még inkább épül a bizalom, mert azt hiszi, hogy anya, apa megbízik bennem, tehát vagyok annyira kompetens, hogy számítok, és megbíznak bennem. Ha elvágod, ha nem adom oda, ha ne tedd el, ha elköltöd, ha nem, akkor azt sugallod, hogy nem bízom benned, nem adok neked, nem vagy még érett arra, hogy ezt megkapjad. Ha megkapja, akkor viszont ezzel is a bizalmi állót erősíted, és az ő kompetenciáit, hogy igenis, apa, anya éretnek gondol, hogy én ezt meg tudom oldani, vagyis megint jönnek a skillek, amik a gyerek rakódik, hogy igen, ezt is megoldott, és mondjuk egyszer kigazdálkodja, és azt mondja, apa, megcsináltam, attól a gyerek önérzete, önbizalma javul, ahelyett, hogy azt hallgatná még 3 évig, hogy figyelj, nem adok, mert úgyis elköltöd. Nem, érted? Ezt hallgatja, bízd azt meg majd bennem. Apa megoldja, kicsim, nem kell neked önállósok. Majd és érted, így van, aki akar venni az automatából egy kis pénzt, és akkor éppen ütné be a pinkot. Hát itt is van, apa, ütöm is. Ütöm, azt csinálom. 56-48 enter, első munkahelyed meghallgatás, majd én bemegyek. 25-öt, 50-et, mennyit kincsen? Tudod, mit inkább odaadom cashbe. Jó, az American Express kárt, hidd el, működik. Na, jövünk a hírek után. Balázsék nevetésben gazdag műsorát a megújult Eurojackpot támogatta. Jaj, Istenem, Eurojackpot úr, hát köszönjük hát megvan, szépen. Megvan, megvan. Kitöltöttük, leadtuk. Leadtuk. Számítjuk némi kis jó indulatra a hétvégén, a sorsolásra. Fel is faladom. Most, na most még a jackpotot meg is rádobtam saját zsebből, csak állj. Mondom. Na, oké. Okay. Digitálisan? Úgy küldted be? Mikor, nem, kiszaladtam a lottózón. Mikor hallottatok egyszer olyat? Hogy? Hogy a Lotto 5-ös digitálisan adta föl a szelvényét. Mit hallottál mindig? Az, hogy hol adta föl. Hogy Békés Csabán adta föl, vagy Debrecenben, vagy a 7. kerületben. Érted? Na de ott kérheted például mondjuk... Digitálisan is? Hát ott kérhette úgy is, hogy nem egy szelvényt visz be, hanem kér egy gépi. Miről beszéltek? Számsor. Digitálisan. Ti tudjátok? Igen. Én tudom. Mert hogy az vagy a felé, tehát ugye van papíralapú feladás, meg amikor van olyan, amikor még interneten keresztül, vagy amikor bemész a lottózóban, nem papíralapon adod fel, hanem azt mondod, hogy egy random sorszám, egy számsort kérsz. És akkor ő helyetted beüt egy sorszámot, és kész, azt kapod meg. Na jó, most igazad van, oké. Okay.
Na, bocs, nem. Van cuk is vagytok, hogy így reménykedtek. Ez olyan, nekem ez tetszik. Mi hiszünk. Ez olyan jó, hogy így évek óta nyomjátok, töltögettek. Mi a lottó, mit szoktál mondani? A szegény ember. Szegény adója, vagy a hülyék adója, vagy nem tudom, a szegények adója, vagy nem tudom, mit sok-sok mindent mondok. Nem a lottóra kell várni, meg kell csinálni. Meg kell, ez az. A lottóval nem leszel, a lottóval nem leszel véráros. Majd, hogyha jó, megdoblak pár száz millióval. Euróval? Ne, hát nem, azzal nem pár száz millió euróval, de hogy pár száz millió forintocskával euróban, akkor majd csodálkozol. Ezt szétdobjuk. De most mi adná neki a szkeptikusnak, ne adjál. Ő is mondott egy számot. Egy számmal benne vagyok. Ő a 16-os. Jó, a 16-osra nem fizetünk. Egy számmal benne vagyok. Na gyerekek, biztos olvastátok, olvastátok? Hogy olvastuk volna? Nem, nem, hülye na, vagyok, nem is tudok olvasni sem. Nagyon szeretem. Ugye az általunk nagyon kedvelt Bruce Willis-szel kapcsolatos híreket, nekünk is így megütötte a szemünket, fülünket, hogy Bruce Willis állítólagosan végleg visszavonul a színészkedéstől. És így felkapta az ember a fejét, hogy mi történik. És szó van egy olyan betegségről, amire úgy nagy kerek szemekkel néz az ember, de nem nagyon hall róla. Ez az afázia, nem tudom pontosan, hogy afázia, így kell mondani, ugye, hogy Bruce Willis szállítólagosan végleg abba hagyja a színészkedés, ezt a állítólagosan visszafordíthatatlan betegséget diagnosztizálták nála, ami jár egyfajta memóriazavar, beszédzavarral, beszédkieséssel, és hogy Willis azt mondta, hogy akkor köszöni szépen, ennyi volt. Hollywood, ugye, gyászban van, mindenki Willisről beszél, itt Will Smith. Az utóbbi öt filmjét, igen, Will Smith pofonja után, mindenki baromira sajnálja. És arra gondoltunk, hogy megkérdezzük, hogy ez a férfiakra jellemző, mikori, életkori sajátosság, ezért mit kell erről a betegségről tudni? Váratlanul érkezik-e? Örökletes? Hogy van? Ugye, amikor mindig egy nagy hollywoodi sztár egy beteg lesz, akkor hirtelen arra a betegségre összpontosul egy nagyobb figyelem, vagy akár Magyarországon egy színész, egy közszereplő valamilyen betegségben. Szóval akkor az emberek úgy kicsit úgy elkezdik körbe kérdezni, hogy mi ez? Igen, mi ez? Persze, hát nyilván miért kapja el? Kíváncsi lesz-e, hogy mit történt? Hogy mégis mi történt? Hát igen. És szegény. Ugye azt mondják, hogy ez egy ilyen gyűjtőfogalom, ez egy beszédzavar, és nagyon sajnálod, mindig ilyenkor arra gondolod, hogy mekkora sztár, dollár, milliárdos, milliómos, de hogy az egészség ugye az egy ilyen, hát megvehetetlen dolog. Húzol egy lapot a blackjackbe, és megnézed, hogy miért kaptál, kis túlzással, és hogy ugyanúgy küzdenek, ugyanúgy harcolnak a saját életükben a saját betegségeikkel. Igen, meg tudod, az is különösen fájdalmas, mert ő ebből él, a színészetnek része, az, tehát már nem néma film van, hogy elmond a szöveget, most ő nem tud majd elmondani, nem tudja megtanulni se, és nem tudja elmondani se, és pedig hát valóban ikon, ahogy Jani mondta, mondjuk az elmúlt filmjeire nagyon nem nézel, rái büszkén, de szereted, de, hát óriási de sajnálod. Persze kedves nyilvánvaló, tehát emberileg érzelmileg az ember mégiscsak azt mondja, hogy ez a betegség, ez borzasztó lehet, de mondhatnánk egyébként akkor egy saját személyes kedvencünket, akinél ráadásul viszonylag korán diagnosztizáltak egy másik betegséget, ez Michael J. Fox volt, aki szintén egyébként ugyanígy gyakorlatilag egy nagyon sikeres pályafutás kellős közepén szembesült a betegség, és nagyon sokáig még forgatott, de utána volt egy bizonyos pont, amikor már sajnos már egyszerűen nem működött a dolog, és persze, hogy a szívet szakad meg ezekért az emberekért. Igen. Nem elkérdezzük, hogy mi ez? Én megmondom őszintén, én erről nem nagyon hallottam. Ugye? Tehát elolvassa az ember, és pontosan ezért foglalkozunk, mert nem tudjuk, hogy egyáltalán ez mennyire gyakori. Van-e ilyen, hogy veszélyeztetett korcsoport, kire jellemző, kinél alakulhat ki, vagy valamilyen betegség mellékhatásaként érkezik ez meg, mindjárt megkérdezzük. Csór Marian logopédus itt van velünk. Hello Marian, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok! Jó reggel! Micsoda vitalitás! Jó reggel! Az az energia! Igen. Marian, micsoda energiával jelentkezel, te benállunk ezen a csúnya esős napon. Köszönjük szépen! Afázia, jól mondjuk, így mondják, ugye? Itt találgatunk. Így van, afázia. Ez egy nyelvi zavar, ami kapcsolódhat a stroke-hoz, balesethez, agydaganathoz, egyéb betegségek következményében kialakult kommunikációs zavart jelent. Tehát akkor a Willisnek lehet, hogy történt valami közben, amiről nem tudunk, akár egy stroke, így vagy van, bármilyen egészségügyi zavar, aminek ez egyfajta mellékhatása, tehát akkor ez magától nem jön? Igen, ez társul, tehát valamihez társul, valamilyen betegséghez, történéshez, agyi történéshez társuló kommunikációs nyelvi zavar. Az mit jelent, hogy elfelejtek beszélni, vagy leépül a beszédkészségem, vagy mondjuk memóriazavarom lesz, vagy nem találom a szavakat? Na, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Tehát lehet úgy, hogy a beszédértés és a beszédprodukció, tehát ez a kettő együttesen melyik része sérült a bruka területen, amit figyelembe kell venni, tehát hogy nem a
az értelem megmaradhat, nem a beszéd alapján kell megítélnünk az értelmi képességeket, tehát a tudás meg lehet, csak nyelvi formában nem tudja önteni a sérült. Tehát ez olyan, mint amikor itt keresem a szavakat, nehezen tudok beszélni, nem találom a megfelelő szót, lassan beszélek. Mint Balázs reggel 6-kor. Mint én reggel 6-tól fél hétig, igen. Na most az is fölmerült itt a hírrel kapcsolatban, igen, hogy szöveg tanulási problémái is már vannak, vagy lesznek, tehát akkor viszont az ugye feltételezi, hogy valami értelmi képesség romlás van, hogy nem tud megtanulni egy szöveget. Nem igazán, tehát ez ilyen sok apró részletekből tevődik össze, tehát a kognitív képességekre, a figyelem, memória, olvasás, írás, számolás, beszéd, tehát ez egy ilyen nagy buborék, és ebből egy-egy kis szeletnek a súlyossága attól függ, hogy az érintett terület sérülése mennyire terjed ki. Tehát nem lehet egyértelműen, igen, egy dologra ráhúzni. Azt meg, hogy visszafordíthatatlan a víz esetében. Van ilyen, vagy kellő munkával, gyakorlással, akarással ez akár lassítható, vagy visszafordítható? Pontosan visszafordítható, tehát a rehabilitáció csodákra képes. A beteg akarata, hozzáállása és a terápiás tím, tehát a neurológusok, a pszichológus, a logopédus, az ergoterapeuta közös munkájának az eredménye. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy maratonfutás, hogy kitartó vagyok, akarom és soha nem adom fel. Arra jól emlékszem, vagy azt jól kötöm össze, de lehet, hogy rosszul, hogy a sztrókja után a Kulkának is valami hasonlója volt szegénynek, aki aztán elképesztő energiával odáig jutott, hogy újra szerepeket tudott vállalni. Hasonlóan ebben a betegségben szenved, hogy ez volt a mellékhatás? Igen, hasonló volt, és nagyon-nagyon kell hangsúlyozni, hogy az érintett beteg mennyire akar, tehát az akaraterő, mennyire részes a terápiának, de nem szabad elfelejteni a sérülés mértékét, hogy milyen területekre terjed ki, érinte a nagy mozgást, kis mozgást, és egy nagyon-nagyon fontos ebben az afázia történetben az, hogy egy tanult képesség elvesztéséről van szó. Tehát ők már tudtak valamit, és annak a hibája vagy csorbulását kell elszenvedni, és valamit, amit elvesztettünk, újra kell felépíteni. Ez borzasztóan nehéz lehet, hogy meg hogy közben ki akarok magam fejezni, mondani akarok valamit, érzelmeim vannak, gondolataim vannak, de egész egyszerűen olyat vesztek el, amit tudtam, és ami könnyen és hétköznapian és teljesen magától értetődőnek ment. Ilyenkor mi történik mondjuk egy logopédussal? Elmegyek mondjuk Marianhoz, és akkor újra elkezdünk A betűket formázni, B betűket, szavakat mondunk, olvasunk, hogy épül föl a terápia? Tehát mindenképpen kell egy alapos vizsgálat, hogy mi az a rész, ami megmaradt, és egy diagnosztikára, tehát vizsgálatra építjük fel a terápiát. Tudjuk, hogy mi az, ami megmaradt, mi az, amit elvesztett, és a megmaradt dolgok segítségével építjük fel a hiányzó részeket. Nagyon fontos az időtényező, minél hamarabb. Tehát rögtön akut állapotban már a beteg ágyánál, a neurológiai osztályon találkozok a beteggel, és kontaktusba kerülünk már rögtön ott, hogy mennyire tudom bevonni. És utána szépen építjük fel az egész nyelvi terápiát. A tapasztalat az, hogy van, aki újra folyékonyan beszél, ez utána mondjuk meggyógyult? Így van. Tényleg? Igen, tényleg. És teljesen olyan is van, aki tudja a munkáját folytatni. Tehát amit régebben dolgozott, ugyanazt jó, egy-két év azért kell hozzá, az első év az döntő. A gyakorisága, a munkaintenzitása, a hozzáállása, a terapeuták segítsége nagyon-nagyon fontos. Hát de ahogy Marian is mondta, biztos, ugye nem mindegy, hogy mondjuk a stroke az milyen mértékű volt, igen, milyen erejű volt, mikor tudták azonnal kezelni, mikor látta el orvos, nyilván az agyi sérülés azért az fontos, hogy mekkora terjedelemben történt, milyen idővel, mikor. Ez persze nyilván, sok összetevője van ennek. Nyilván egy civil embernél is rettenetesen fontos, de egy olyan embernél, aki mondjuk a beszédkészségéből, a beszédjéből él, annál aztán meg életbe vágott, tehát egy Willisnek
Igen, igen, igen. Marian, nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget, megértettük kicsit jobban, mert az ember olvassa a híreket, nem tudtuk, hogy mi történik vele. Szegény rész. Egy nagyon fontosat, hagyd mondjak, okvetlen, hogy a hazai életben az Afázia Egyes Dallos Zsuzsa nevét okvetlen meg kell említenem. 2007-től több száz afáziás betegen segítenek, ez egy érdekvédelmi és rehabilitációs tevékenységet összefogó szervezet. Tehát feltétlen, akinek segítségre van szüksége, ez egy országos szervezet, hozzájuk kell fordulni, és ők a megfelelő szakembertnek szólnak, és ellátásban részesülnek. Tehát a lényeg, hogy nem szabad magára hagyni a beteget. A családtagok és a terapeuták szerepe óriási és döntő. Marja, nagyon szépen köszönjük, sokat megsegítettünk. Köszönjük szépen, köszönjük. Marja, logopédus. Hogy azért ez a teremtő, vagy jó Isten, vagy hígyük bármi, hogy azért ez mekkora pókerjátékos, gyerekek. Nem azt mondja, adok neked tehetséget. Tessék. Adok neked jó színészi képességet. Most szeretjük, vagy nem, igen, de azért a Willis azért az a korunk felüli. Élvezed? Jól csinálod? Jó vagy benne? Akkor adok neked afáziát. Akkor most ezt az egészet elveszem tőled. És amikor megoldottad, csúcson voltál, gyönyörű volt az életed, akkor azt mondom, hogy na most old meg azt, hogy én ezt most elveszem tőled. És elveszem azt, amiből te éltél 30 évig. És azt mondom, hogy mától nem beszélsz, vagy kevesebbet, vagy máshogy. Tetszett az is? Akkor most dolgozz ezen is, nem? Most ironizálok nyilván ebben, vagy hiszünk, vagy nem, de hogy azért milyen fura a sors, hogy itt van, vagy Mihály Schumacher balesete, igen, ugye? Hogy egy mennyire bagatell dolog egy 8-szoros világbajnoktól, akit az élet a vállán hord, és viszi, és gyönyörű sikerek, és sportsiker, és az elmész siel, és azt mondja, hogy ha megküzdöttél ott, küzdjél most ott, ahol éppen vagy, beszéltél, milliók szeretek, világszállod, elveszem tőled azt, amitől megadtam, hogy az legyél. Hát ez és a spirituális megközelítés. Hogy azért ez milyen hullámvasút az élet. Azt mondaná, hogy ez lehet, hogy bringázás közben elesett, beütötte valahol a karját, kialakult egy pici vérrög, az elindult szépen, az agyábot megakadt. Meg tudod, arra gondolok inkább, hogy mekkora hullámvasút, mekkora játék, mekkora kiszámíthatatlan örvény, amiben vagyunk, és sodródunk, és húzunk egy lapot 19-re, de hogy te ma hogy kelsz föl, vagy holnap mit húzol, az igazából sose lehet tudni, hogy csak mi van leosztva. Csak most azon gondolkozol, hogy miért ő kapta. Ugye, vagy miért kapta a Schumacher azt a szerencsétlen sípbalesetet a kamerával a fején, ami beleállt a fejébe. Érted, miért nem más, miért pont ő? Nagyon tehát sok, nagyon sok olyan kérdések lehetnének ebben, hogyha így belemenne ebbe az ember. Én ugye a véletlen embere vagyok. Hétszeres világbajnok a Schumi Bontsúban. Én már 8-at odaadnám neki, hogy nem Hamilton legyen, mert jobban szerettem a Schumi, mint a Hamilton, de azért mondtam 8-at, ez egy Freudi szólás volt, de 7-szeres egyébként köszönjük szépen azonnali helyesbítést. Látod, inkább azon gondolkoztunk volna, hogy végre itt volt egy szakember, és megkérdezhettük volna, hogy hogy tudunk téged megtanítani a benzin, a Marian és egyéb szavak kimondás ellen. Marian. Mit rontok 38 éve a beszédem, hogy Marian? Egy Marian. Benzin. Igen. Szimplán lustaság. Szegény Willis, én azért ezt így elolvastam, hogy sajnáltam, nem? Hogy, és azért az tényleg, amit Marian is mondta, hogy milyen megdöbbentő lehet, hogy egy alapvető képességedet veszted el. Ami ott volt, ami természetes volt a számodra, amit úgy használtál, tényleg a beszédet, hát hogy persze, hogy tudok beszélni. Majd egyszer csak nem tudod elmondani, hogy mit érzel, és mit gondolsz, és mit szeretnél, vagy akadva. És ugye ebben a másik nagyon megdöbbentő lehet, hogy látod önnön nagyon gyors akár leépülésedet, nem? Hogy egyszerűen, mert szellemileg közben tök épp vagy, de kezdesz valamit úgy elveszteni, hogy végig éled, megnézed a saját hirtelen jött leépülésedet, akár egyik pillanatról a másikra. Tehát azért ez több szempontból is nyilván nagyon, nagyon megrázó. Igen, de nála azért voltak már ilyen ön és közveszélyes megnyilvánulások. Az utóbbi öt filmjét hívjuk így. Egyrészt egészen már nem az idott nagyokat azért. Volt egy bilegős véleményes is. Tehát volt olyan például, hogy forgatáson egy kelékfegyvert elsütött, még mielőtt el kellett volna neki sütnie, mert ő úgy emlékezett, hogy neki azt ott el kell sütni, és akkor így mindenki lefagyott tőle egy picit. Tehát ott áll az idol, ott áll a bálvány, ott áll Bruce Willis, és akkor hirtelen rálül valakire egy kellékfegyverrel, és mindenki így áll, és így néz. És akkor ott a rendező mondta, hogy oké, semmi baj, nyugi, újra veszük a jelenetet, és akkor, de most majd utána beszéljünk egy kicsit Bruce-ról. Igen, beszéljük el Bruce szerződését, meg hogy állítsuk mellé egy fegyverszakértőt, hogy ne lövöldözgessen itt. Hát jó, azért ő sem fiatal, hát hány éves 67. A világ? De baromi jól néz ki még mindig. Hát most ilyen energiaitalos, verkes olyan videókat olyan láttunk itt, tehát azért mindig nagyon jól én néz tudok ki. Tudok olyan hétgyerekes nigériai apákról, aki 80 éves korukban is még táncolnak, bukiznak, érted? Na jó, odát az más a vonal. Na jövünk mindjárt, gyerekek, 3 perc van pontosan.
9 óra. Milyen kár, hogy nem tudjuk fölhívni a bulást kívánni neki, nem? Egy New York-i rádió műsor lennénk reggel, igen. Nem? Hogy így fejvod a Williszt, hogy most elmondaná itt neked kicsit mosolyogva, kell lőni Róniával, gyerekek, ez van most akkor. Lehet, hogy azt hiszem, hogy már felhívtuk. Tessék? De ez zevét vagy. Jövünk a hírek után 3 perc, pontosan 9 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Baleset M1-esen a Tatabánya felé vezető úton, 68-as kilométernél Lórán. Köszönjük szépen. Tatabánya magasságánál óriási dugó, ezt Jóci is megerősítette. Egy hír, nem hír, tudjuk ezt, ugye? Úgyhogy utána nézzük más forrásból is. Úgyhogy van, ketten elküldtétek ezt így már ebben a formában. Elhiszük, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Gyerekek, nekünk pedig pillanatok, amiről van egy dalpremierünk, hát ezt így nem is mondtuk, hogy ilyen sűrű ez a ma reggel, még Daikin klímát sorsolunk, plusz klímát sorsolunk, dalpremierünk van, nyomkodjátok, ahogy fogod, te nyitottad ki az ablakot, Zsűr? Az nem, 15 fok van. A de jó, mondom, hogy Zsűr rányította az ablakot, mondom, mi történik, erre láttam, hogy 15 fok van. Nagyon durván jön a ideg. De tudod miért? Mert most kintről már melegebb jön be, mint a vőstúdi jobban van. Zsüli így akar fűteni, hogy a klímával ti levittétek, kintről meg jön be a meleg. Azt a rohadt. Nagyon jó. Hát akkor szálljatok le a kapcsolóról, jó? Igen, jó. Köszönöm. 15 szépen. Aki leviszi, az nem nyer. Ha azt szeretnénk, hogy őszintén szép hétvégét kívánjuk nektek. Igen, tudunk ám nem őszintén szép hétvégét kívánni. Tehát észre, mert 15 fok van, úgyhogy okosak legyetek, mert nem adunk klímát senkinek. Jó? Tényleg. Még 2 darab klímánk van, gyerekek. Olyan rendes ez a Daikin, hogy csak úgy adja a klímákat. Csak úgy szórja a klímákat, és adott még egyet, ami áprilisban jelenik meg, tehát igazán áprilisban jön be a piac, tehát egy rádió, egy hallgató nyeri még az extra-extra klímát. Ami harmadik generációs. Jön, megy a lakások, kit akar, mindent csinál. Így ez van. Már a harmadik generáció, vagyis már túl van az első 2 generáció. Bizonyán. Már megnyalja a negyediket is. És már nyalogatja a negyediket, ezt először Magyarországon egy rádió, egy hallgató fogja megkapni. A legaktívabb. Hát aki szavazgatott, igen, mondjuk, hogy a legaktívabb, de sorsolunk egyet a szavazók között tulajdonképpen. Tekergette, hogy tekergette óta, és most kap majd egy csodálatos Daikin. Na, gyerekek, mi úgy örülünk, ha magyar popzenészek hozzánk hozzák a dalokat bemutatni. Ennek 2 oka van, hogy mi tényleg be is mutatjuk, nem csak ígérgetünk. A másik meg, hogy kedvelik a műsort, és nálunk szeretnék bemutatni. Ez mindig megtisztelő egyébként, igen, nem? Igen. Na, ez jól esik, hogy a magyar előadók, popzenészek egyfajta, hogy is mondjam, presztízsnek gondolják, hogy ez jó lenne bemutatni ezt a dalt, hogy meg kell is használják, hogy oké, hát legyen a rádió egy, meg legyünk mi. Úgyhogy ezt mindig nagyon köszönjük, és arra buzdítjuk a hallgatókat, vagy az előadókat, hogy hozzák, így legalább egyszer leadjuk a dalukat. Most milyen műsorban mutassák be, hogy nem hallgatnak? Hát ezt hallgatják. Adunk egy csomó mindenkit, úgyhogy a gyerekek. És külön örülünk, amikor olyan kis zenekar érkezik hozzánk, akinek nem volt még dal premierje nálunk, és nagyon-nagyon imádjuk őket. Igen. Ezt külön szeretjük. Nagyon, és külön szeretjük, hogy olyan az énekesük, akinek egy bizonyos tévéműsorban is lehet szurkolni. Ez a Sztárban Sztár. Úgy van, döntőben. Hogy utálják ott szegényt, főleg az idősebb? Igen, szerinted úgy látod? Persze, igen. Persze. Olyan savazás van, érted? Mert a fiatalok viszont meg nagyon-nagyon szeretik. És szerintem meg az a fontos, hát ők lesznek a jövő lemezvásárlói, már ha lesz ilyen, de akkor letöltői, mondjuk ezt így, akik koncertre járnak, tehát ennek a fiúnak ez a réteg a legfontosabb. Aha. Szerintem az idősebbeknél ő egy kicsit ilyen így megosztó. Igen. Na, itt van velünk Marics, Peti és Valkusz Milán a Valmarból. Hello, jó reggel, ciao, sziasztok! Ciao, ciao. Ez mindig érdekes, ez a dupla vonal, hogy ki beszél. Ki beszéljen. Na, megjött az új dalocska. Először is nagyon szépen köszönjük, hogy ezt hozzánk hozzátok. Hát ez nagyon, nagyon megtisztelő. Mit kell tudnunk a dalról, valaki kezdje el. Peti, kezdte, én megszólítalak, és akkor nem fogtok nagyon összebeszélni. Jó? Már nagyjából 4 éve toljátok, jól mondom, ugye, hogy 4 éves a formáció? Én valahogy így tettem össze ezt a fejemben. Körülbelül igen, talán ilyen 3 éve kezdtünk el. Hú, bacsos, valahogy nagyon visszaszólok. Majd már kihezni lát. Ja, egymás mellett vagytok? Hát akkor zavarjátok egymást. Menjél, hát mindenki nem, valaki a folyosóra. Nem, csak szomszédos szobában vagyunk. De egyébként lehet tőletek halom vissza. Mindegy, az a lényeg, hogy igen, körülbelül egy ilyen 3 éve kezdődött el ez az egész, amikor csak ilyen feldolgozásokat csináltunk, és akkor azokat feltöltögettük poénból YouTube-ra, és az nagyon tetszett az embereknek, és igazából megkerestek minket lemezkiadók, körülbelül szerintem az összes, ami van Magyarországon, behívogatott minket,
és akkor mindig mondta, hogy tök jó, amit csinálunk, látnak vele potenciált, csak hogy hát jó lenne saját zenéket írni magyarul, mert azzal lehet mit kezdeni utána itthon. És hát akkor elkezdtük, és akkor most itt tartok, hogy szerencsére most már egész sokan szeretnek minket, és járkáljuk az országot. Hát az egész sokan szeretnek bennünket, az így egészen szerény, mert ugye a Spotify-os letöltések között egy nagyon-nagyon előkelő helyen vagytok, azért viszik mind a cukrot, nem? Hát igen, most talán ilyen topba vagyunk Magyarországon, meg így a fiatalok körében is egyik ilyen legismertebb zenei formáció vagyunk, úgyhogy igen, azért jól megy, csak hát nem akartam nagy képzelni annyira. De nyugodtan nálunk hozzá vannak szokva. Jön ez idővel. 14 éve minket hallgatnak, aki hozzá vannak. Aki hallgatja, annak már semmi nem meglepetés. Így van, nálam nincs nagy képünk lefelé. Szóval az meg kettővel is még mindig sehoz. Ti együtt is laktok Milán, mert hogy ott egymás mellett értünk el benneteket. Ez egy ilyen beautiful friendship, egy közös bérlemény, onnan zúztok zenélni, vagy hogy kell képzelni? Hogy egymás mellett vagytok ma reggel? Sziasztok! Hát igen, mi együtt lakunk igazából, nemrég költöztünk össze igazából a karrier szempontjából. Egy ilyen viszonylag nagyobb albérletnek mondható, és igen, itt van a stúdiónk is, ebben a házban, egy különálló szobában, és akkor itt éljük az életünket most igen közösen, úgymond. Nem kell messze menni szakmai megbeszéléseket az folytatni, igaz, nem? Igen. Most ki az Isten akar ezért ülni a metrón, hogy beszéljen a haverra, hogy fölhívni, hogy bottattuk egymással, és akkor nyomjátok teljesen jól. Pénzügyileg még nem megy úgy a zenekar, tudod, csak egy albérletet tudunk fizetni. Éppen, ha egyébként hasznos. Igen. Na, mi lesz? Megszük a zenekart, azt most kezdjük el, most fog épülni a zenekarunk. Eddig még nem volt konkrét zenész a zenekar. Csak úgymond ilyen hakni zenekar, úgyhogy az most nyára meg össze fog kiépülni. De ők nem lesznek ugyanúgy teljes jogú tagok, ugye? Akkor inkább ezt mondjuk úgy, hogy háttérzenészekkel dolgoztok. Gitáros és dobos. Aha, tehát akkor rendes csapatépítés folyik. Gondoljatok csak egy sírerre, egy szak gitára, mekkorát szakét. Öcsém, nem kell felezni a gázsit. Hogy éltétek meg, hogy gyakorlatilag az indulás után, ugye miután ti ketten összeálltatok, hogy bekopogott ez a Covid nevű nagyon barátságos kis sztori, és ti meg a felívelésbe ott álltatok, hogy nem lehet koncertre menni? Hát igen, hát borzalmasan. Ugye pont akkor jött ki a Visszavérem zenénk, ami igazából az első nagy áttörést jelentette nekünk, és ott az azt jelentette, hogy akkor nagyon sok bulit behozott, viszont a Covid miatt a fele meg se lett tartva, felére el tudtunk menni, vagy olyan borzalmas létszámú bulik keletkeztek, amik ugye senkinek sem voltak jók. Úgyhogy ez rosszul jött nekünk nagyon abszolút, de szerintem minden zeneiparban dolgozó embernek. Viszont arra rásegített, hogy zenei produceri folyamatokat így felsegítette, és tudtunk itthon ülve, vagy összeülve több zenét írni, mint amúgy, mert több időnk volt rá, úgyhogy ilyen szempontból amúgy jó volt, és pozitív volt. Nagyon jó. Peti, megnyered a Star Monstert? Most már akkor mondjál valamit, hogy akkor most már tessék megnyerni. Hát, mit beszéltetek meg a szerkesztőkkel? Mit beszéltél meg a producerekkel? Ezt nyerjél. A gyerekem nagyon kedvel, úgyhogy nézd téged, úgyhogy magam sem értem. Miért? De... Na, itt a bújjabb, de nagyon szeret. Ne, hát figyelj, nagyon remélem, az volt a cél, amikor elindultunk, és volt egy szavazás a netten, abban szerencsére egész jól állok, úgyhogy merem remélni, hogy mögöttem lesznek a döntőben is, meg a jó produkciók lesznek. És a gyerekek, akkor azt mondjuk el veletek együtt, ha már itt vagytok, mert ezt szerintem elárulhatjuk és elmondhatjuk, hogy ugye a jól megszokott kis hajós bulinkat mi tervezünk, azért nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a Balatonon újra megnyissuk majd a szezont, lehetőleg egy komppal, ugye, és ha minden igaz, akkor a fiúk jönnek majd zenélni, hát tehát ha valamán lesz nálunk a zenekar, ahol nektek debütál a teljes zenekarotok is akár, amiről beszéltünk, tehát mi nagyon örülnénk, ha veletek tudnánk menni hajózni. Igen, debütál a zenekaros fellépés. Igen. Hát az ott figyeljetek, ott virítani kell, mert ott 300 őrült hajózó, sikongó, zenét kedvelő ember lesz, úgyhogy ott nagyot kell dobni, ezt már megcsinálta nekünk a Halott Pénz, a Well Hello, úgyhogy srácok, nagyon örülünk. Júniusban tervezük, május-június környékén hajós buli megint a Balatonon veletek, úgyhogy külön köszönjük, hogy ezt elvállaltátok, és eljöttök velünk hajózni. Peti, már most szólok, hogy hajnalba kell kelni hozzá, bizony. Mert tudom, nem erősséged. És az öregek nagyon magasra rakták ám a mércét, úgyhogy igen. Fel kell kötöntök a gatyát. Már az öregek alatt a Well Hello-t értik. Igen, a Well Hello-t. Igen, kiégett öregek már nagyon magasra tették a mércét. A vén boomerek. Srácok, nagyon szeretünk benneteket, gratulálunk, meghallgatjuk a dalt is. Peti, neked nagy kalappal akkor a Starban Starhoz, jó? Bocsánat, még egy mondat, srácok, hogy igazából
Most ez azért is különleges az interjú, mert itt derül ki az, hogy ki lesz a közreműködő számba, szóval mi ezt elég titokba tartottuk, és most igazából be lehet itt jelenteni, hogy szikora ja. Robi lesz az, aki... Robi! Tényleg? Igen, igen, igen. Miért? Láttátok a címből. Láttuk, de állam már itt van a gépben, de hát én nem lövöm el. De miért? Hát imádjuk a Robit, de hogy azért van egyfajta generációs különbség. Ti találtátok meg, illik a dalba, ez egy közös de munka eredménye. Vagy rész az eltartási szerződésnek. Hát a maradék. Na, szóval. Semmi baj, szóval hogy a Robi? Hát igazából ez egy ugye retro rock and roll stílusú zene, és igazságban úgy éreztük, hogy tök jó lenne itt előni azt, hogy már régóta terveztünk, hogy egy magyar retro legendát behívni egy zenébe, és akkor tök vicces, meg érdekes így a generációk találkozása, és úgy gondoltuk, hogy ő illene a legjobban erre, úgyhogy felkerestük, elküldtük neki a zenét, és nagyon tetszett neki szerencsére, úgyhogy rájött. Robi nagyon jó arc, hát olyan alázattal igen. Dolgozik a zene iránt, a fiatalok iránt és mindenki iránt, hogy azért ő egy nagyon kedvelhető formátuma egyébként ennek a nagy magyar kultúrának. Nagyon-nagyon nagy forma, nagyon szeretjük mi is. Srácok, nagy kalappa, vasárnapra is a dalhoz is, és akkor ha máshol nem, akkor a hajón találkozunk, nagyon várunk benneteket. Szombaton lesz a döntődek, köszönjük szépen. Ráadásul itt most, hogy áttették szombatra, ez nem egy vasárnapi műsor? De a döntő a szombat. Ja, de gondolom választási műsorok vannak vasárnap. Azt közvetít és áttették szombatra. Aha. Igen. Hát akkor szombatra nagy kalappal. Igen, ez mindig vasárnap volt. Vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen. Köszi srácok, sziasztok, ciao. Hello. Maris Peti, Valkusz Milán, Valmar, ahogy sokan mondják, Volmár, de ugye az egy áruházlás. Ha szeretitek, lehetek, ne így hívjátok őket, hanem tessék megtanulni a fiúk nevét. Egyébként egész biztos, hogy mindenki meg fogja tanulni, mert hogy bődületesen jönnek fel, és amit Feri mondott, elképesztő sikeresek. És a zenekarra lépnek elő, élőzenével, brutál mindenkivel, akkor az nagy siker lesz. És jönnek a hajóra gyerekek, igen, vagyis mi most tulajdonképpen bejelentettük a hajós bulit is. Uh-huh. Lesz hajós buli! Álljál meg egy pillanatra, hát ez mellett csak elmentünk, hogy megint megyünk hajózni, és ha minden igaz, akkor lehet, hogy kompa megyünk. Akkor a vadalma vackor. Szálljatok le a klíma távirányítójáról, légy szíves, jó? Ja. Na milyen a síkabátom? Nagyon menő. Hát gyerekek, hát ezek oda pirítanak, érted? Áramszünet volt, amikor vetted. Olyan mondom, te a hétemben vagy a legjobb. Oké. Szóval, hogy 11 fokot mutat a hőmérő. Kezedre csapok, ne nyújj hozzá, vagy ha igen, akkor fölfelé. Figyelj, mi van azt, hogy nem adjuk oda ezt a két klímát? Annyira genyók majd azt, hogy figyelj, szemétkedtek, arcoskodtok, nyomkodjátok a tenyeket, nem kaptok lószart. Ennyi, akkor nem adjuk oda. Te beszélgetsz a szponzorra? Ez is igaz. Ma odaadunk két klímát természetesen. Sőt, most, hogy Feri ezt felvetette, Balázs, személyesen. Tudjátok, mi a baj a 11 fokkal, hogy akik most a hőmérséklet mínusz gombját nyomkodják, azok nem élnek együtt a műsorra, hát meleget kell csinálni, hogy csajok jöjjenek. Gyerekek, hova hűtöttök? Miért nyomoljátok a hideget? Tegnap mindenki megőrült, hogy bejött ide a kislány, viszont alul öltözötted. Hát ma ezt lehetne felül reprezentálni. Iszonyat like számok, most mindenki imádta. Nyomkodják, most a feleségek nyomkodják. Ja, igen. Akinek igen. A férje, aki tegnap látta. Egész nap keresni. Tök jogos, abszolút igaza a Ferinek. Igen. Úgy van! Sőt, yes. De nem hallgatjuk meg ezt a... Nem, én az hírek utára terveztem, hogy aha. Ezt most itt letoljuk, és akkor a hírek után meg még belefér egy dalocska. Na akkor most meghallgatjuk a Volmárnak. Hallgassuk meg a dalocska. Valmár. Legyen egy dal. Akkor most a dal. Ez az! Úristen! Tessék. Ez a dal címe. Jó, oké. Nagyon kíváncsi vagyok. Megint valamit rosszul mondtál a játékok kapcsán. Valmár, gyerekek, és Szikora, Robi, ó, de szeretem őt. Úristen, ez a dal címe. Meghallgatjuk. Jó, nagyon kíváncsi vagyok. És nem elfelejteni, hogy még két klíma sorsolásával is jövünk vissza. Sűrű ez a ma reggel, gyerekek. Nagyon sűrű. Csak kapkodom a fejem, nem? Jó lenne tudnám, hogy mi történik. Igen, most például meghallgatjuk. Na jöjjön a dalocska, nagyon kíváncsi vagyok. Fogadjátok, nagy szeretettel. Nevetésben gazdag műsorát a megújult Eurojackpot támogatta.
Hát gyerekek, hogy ide ma nem jön bikinis nő, abban annyira biztos vagyok, mint hogy mindjárt álmodod az időjárást. Hát jöhet, csak megfagy. Érzed? Igen. Bejön szegény, ez eldőlik. Eldőlik, mint a fagyot maradsz télen. Odakint se sokkal jobb, 13 nem. fok van. Az jó, hogy kint melegebb van, mint itt. Igen, meg 20, tehát így valahogy vagyunk. Bolondos az időjárás. Bolondos, te kis bolondos. Az időjárás jelentést a Globus zöldségek támogatták. Globus. Természet adta gondoskodás. Komolyan mondom, nem is érdemlik meg a klímát. Akik így kiszúrnak hát, velünk ezen az utolsó pénteki munkanapunkon, hogy oda pirítsanak, hogy hétvégén én nem tudom, feküdjek a 8 fokba. Na ezt ne nézzetek hátra. Nem, most nem, nem akartok hátranézni. Nem akartok hátranézni. Nem akartok hátranézni. Jézusom, nem már. Csak emelkedik, és csak emelkedik a színvonal. Megszólalásról, megszólalásra. A Bauli hátulról, ahogy megszólal. Hát nagyon szépen köszönjük. Jaj, de szép gyerek, a szőrmekabátot. Egy csodálatos. Na, a szegény ember Lionel Richie-je. Fekete Pákó. Igen, micsoda, micsoda minőségi váltás a szőke bombanő után. Gyerekek, Pákó megérkezett forró teával egy fehér jegesmedve bundában. Én nem tudom, milyen szűr ez, meg hogy honnan lőtted, de figyelj, köszönjük szépen. Igen, reméljük nem védett állat. Reméljük, hogy nem védett állat. Valamit szerint. Ott a mikrofon, fúz magad felé. Figyelj, ezt lőtted, hoztad, festetted, medve szőr, ott a mikrofon, az fúz magad felé. Pákó, mikrofon. Szia, Pákó! Sziasztok! Igen, ezt a bunda, amiről jó közel, van, jó közel. Ezt a bunda, amiről ettem van, hát én csináltam magamnak már 10 éve. Nagyon szóval szép. Azt kell, hogy mondjam, igen, nagyon szép. Volt egy hagyvig az északi sarkon. Már ide jövök hozzátok, hogy meglepjen titeket azzal a forró tejával, engem is így annyira didelek a fülem, úgy megfagyok. Igen. És hoztam ezt a bundát. Nagyon jól nézem. Nagyon csinos vagy. Gyerekek, csak mondom, hogy Hollywood felszólalna, hogy egy fekete szolgálta föl nekünk a teát, csak mondom, hogy aztán nehogy aztán itt a PC meg a politikai akkor egyébként. A szájára vegyen bennünket, hogy érted. Milyen világ az, ahol egy fekete szolgál fölteállt? Na mi van? Jól vagy? Abszolút jó vagyok. Jó érzem magam. Nagyon jó. Annyi azt, hogy nagyon megfagyok, de én jól érzem magam, mert veletek vagyok, és együtt fagyunk meg. Abszolút. A halálom előtt tényleg te vagy az utolsó ember, akit látni akarok. Igen, megfagyunk. Vidáman halunk meg. Figyelj, ha mi fázunk, akkor Pákó mennyire fázhat? Hát egyébként nem, igen, hát ne a hideghez, ugye nem vagy te genetikailag annyira hozzászokva. De már most már megszoktad, 20-25 év, mióta vagy itt nálunk? Hát most már 26. 26 éve. Hát egy afrikai gyereknek ez nem lehet megszokni, de el lehet viselni, mivel már régóta itt élem Magyarországon. Megszoktam, de ez a legelenyőtől azt hittem, hogy a visszaforduló gépe Nigériába honnan jöttem. Úgy diderek a fülem, úgy diderek a lábam, így mindenem reszegek, tudod, Jézusom mondani, ezek az a fehérek emberek, ott tudnak így élni, ilyen ideg országban, ez elképesztő. De azt mondjuk olyan, mintha megnyúzott volna egy komondort levágott volna, nem? És ezt kikésülte volna. Ez kikésült a szőrét. Ilyen havat itt láttál először, Pákó, amikor ide jöttél? Havat. Hó. Havat. Igen, akkor láttam havat, amikor idejött, amikor megtanultam a magyar nyelvet, mert tudod, volt ez az elekozító intézetben, ahol tanítanak a kufódiek a magyarunt. A magyarul tanítanak a kufódiek, ilyen elekozító intézet, ahogy a kufódiek idejön, mint az osztondíjas kaptunk. Már ír már le nekem, Jani. Milyen intézet? Előkészítő. Előkészítő. Ne csináltok már gyerekek, amúgy magyarul beszélek én is. Hát nem. Intézet. És akkor iskolában, ahogy ova jártam, és akkor esett először a hó, emlékszem rá, szeptember közepén lehetett, akkor ekkora szeptember közepén. Igen, közepén lehetett, és
tartom a tenyeremet. Elbújtál? És nem. Annyira vártam, mert Nigériában akkor még csak a tévén látom a hóesés, tudod. És most így látom személyesen, szembesültem vele. Hogy ez létezik. Igen, és csináltam róla egy fotó, és elküldtem a szüleimnek Nigériába. Úgy örültek neki. Ahelyett, hogy pénzt küldtél volna. Lesz a pas. Gyerekek, hát egyébként nem változik a fok, mert 9 fok, amit toltok, úgyhogy tényleg. Nagyon jó. Olyan, mint egy tényleg, mint egy ilyen fekete hóember, nem? Tényleg olyan, nagyon szeretem. Jó a cuccot, meg a kis sapia és ez a kis bojtos fejesapka, nagyon jó. Na jó van, itt maradsz velünk, amíg hívjuk a nyerteseket? Nem muszáj, akkor marad, Nem akarom elmenni, nem. Maradsz? Maradsz? Csinálj már ezt. Nem, szopas Feri, ám most. Jó, érzel magam, ez a család vagyunk, hát most. Nem a család. Úristen, május is. Akkor Pákokán már egy kicsit, jó? Viszont most átadunk egy klímát, jó? Jó, mert Pákó olvassa fel a nyeremét. Végén üzenj valamit a nyertesnek. Igen, tessék. Kitty-t hívtuk? Kitty, hello Kitty, jó reggel. Hello Kitty, ezt nagyon kedvelem, jó reggel. Ja, hát eszembe most... nem jutott, bocsánat, ez nem volt tudatos, de most jöttem rá, hogy milyen jót mondtam egyébként a Hello Kitty-vel, nyilván 100-szor hallod, de nem is állt össze. Kitty, szia, honnan hívtál minket, hogy hol értünk el? Budapesten és a munkahelyem nem vagyok. Nagyon jó, és mire szavaztál, hány fokot nyomtál? 38-at végig. Na. Szerettem volna nektek a csinos lányokat. Ja, nagyon állásokat, köszi. Az baráti, mint ez a hideg. 38-at állították. Kitikém, nagyon rendes vagy. És emiatt, mert szavaztál, és mert állítottál hőfokot, adnánk neked egy csodaszép, halk, gyönyörű Dyson fan. Milyen jó ez a kis nevetés. Igen. Van otthon a lakásban? Most akartatok beszerelni? Egyedül laksz? Baráttal laksz? Mi a helyzet? Hogy álltok klímaügyileg? A férjemmel élek együtt, és most építettük be a tetőteret. Ez egy több generációs, többszintes ház. És a tetőtérben igen, meleg van. És nincs még klímánk, és nagyon szerettük volna. A helye már megvan. Úgyhogy a legjobb kor érkezik így nyár előtt. Nem is találok szavakat. Új, de jó, hát akkor ennek örülünk, jó helyre megy. Nagyon jó, hát akkor gratulálunk egy gyönyörű klímához. Nagyon boldog vagyok. Most ilyen kis lányos zavaromban nem is igazán tudok mit mondani. Nem kell semmit. Páka ugye nem hal téged, de tud neked gratulálni. Abszolút. Kedves a Kitty, én azt szeretném neked elmondani, hogy nagyon-nagyon szépen gratulálok neked ezt a jelenmi, amit megnyertél. Sok soha nem felejtsd el, még a klíma idejében is. Senki nem tudja, mi lesz ebből. Igen. Nélküled megfagyok. Igen. Ez az igazi ajándék, okay. Nem a klíma. Pákó, köszönöm. Na, de szegény Pákokám, nem, mert rajta nincs üles. Azt mondja Kitty, hogy te vagy az igazi ajándék, hogy te adtad át neki az ajándékot. Úgyhogy Kitty nagyon örül neked. Igen, én is örülök neked. Igen, színvonal. A Kitty csinál, örülök neked. Puszilunk, Kittykém. Nagyon puszilunk. Nagyon köszönöm. Hallgass meg, mit nyertél, figyelj. Nyerménye egy Daikin Prefera okos klíma, melyet nyár előtt üzembe is helyeznek a nyertes otthonában. Nagyon jó, puszilunk. Boldog vagyok, köszönöm. Nagyon jó, puszi. Ciao. Gyerekek, és akkor most van még egy. Van még egy az összes szavazó között. Akkor 6-ot adtunk összesen. Azért az komoly. Így van, és ez nem akármilyen, ez már harmadik generációs. Igen, ez április közepén kerül a piacra, és ugye hát ez teljesen új. Ezt az elsőt kapja meg a rádió egy hallgatója, a Balázsik hallgatója. Ez egy mondhatni prototípus, gyerekek. Igen. Ez a csúcs kategória. Csúcskategória. És senkinek nincs ez az emura, ez a Daikin emura. De már soron az egyáltalásba került. Nem egy teszt példány, ami nálatok fog köhögni, hanem ez egy... ez egy nagyon jól működő kis történet, igen. De a mátok, a tiétek is nagyon jó, amit nyertetek. Na de ez... Igen.
Ez a ez csúcs. 2. század. Hello, mi Orsit keresünk, Balázsék vagyunk. Jó reggelt, ma csajos napunk van akkor. Kitty után még egy... Sziasztok, ilyen vagyok. Hello, szia. Orsi. Hello. Ne szia, Orsi. Van egy plusz vendégünk is, és érdekes a dolog, mert te hallod őt, ő nem hall téged, Páko ül itt velünk, de bele nem kell foglalkozni, csak úgy köszönlelketem. Orsikám, te is játszottál velünk, szavaztál, azt mondod, hogy hány fokot nyomtál nekünk, ez bennünket mindig nagyon érdekel. Melegre vagy hidegre szavaztál? Melegre, egyértelműen melegre. Érezted te is, hogy a meleg az nekünk nagyon jobb. Jól van, oké. Okay. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Most itt vagyok Budapesten. Budapesten. Nagyon jó. Ja. Orsi, hát akkor mondom neked, hogy ez a Daikinnak a legcsodálatosabb emura klímája. Ez pedig egy ilyen egy prototípus, amit te megnyertél, mint nem, lelkes szavazó. Nem, már szóval gyártott te hát, a prototípusot. Na jó, de elsőként te kapsz egyet belőle. Már sorozatgyártás van, de Magyarországra te kapod az elsőt. Gyönyörű, szép. Úristen, de örülök, még soha nem nyertem semmit. Na látod? Hát elkezdeni egyből egy klímával. Megmutatjuk neked, hogy ez hogy szól, figyelj. Gratulálunk. Nyereménye egy harmadik generációs Daikin Emura klíma. Azt a mindenségét neki. Super. És beszerelés is van, biztos. Ez fontos, jó, hogy igen, nem neked kell utána járkálni, mert ha most fölhívsz egyébként egy klímást, azt mondja, hogy szeptemberbe tudok jönni. Ja, igen, és kicsit meg van sértődve, hogy egyáltalán gondoltál rá, hogy kihívd, igen. Orsi, nagyon gratulálunk neked, használd egészséggel, köszi, hogy szavaztál, te vitted minden idők legjobbját. Tehát tiéd a Porsche és autós kártya. Puszilunk, köszönjük szépen, használd egészséggel. Ciao, ciao, gyerekek, egyre másra adjuk az ajándékokat. Hát mi történik itt? Annyit mondhatok hozzá, hogy Orsi ma nagyon-nagyon sok közlekedési hírt írt nekünk, nagyon informatív volt, és ötörs hallgatónk. Gyerekek, hát akkor ezt is megnapsoljuk. A közlekedési híreket külön köszönjük. Igen, 4-et írt ma. Ó, de drága, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Igen. Micsoda egyesek. Hát a kedvességet, hogy a folyamatosan dolgozik a Balázsik rádióval, hogy a éreket kozott nekünk, ez csúcs. Azt mi is nagyon szeretjük, ha valaki ír, hozzászól a témához, hallgat minket, persze. Páko egy csipet szürrealizmus. Imádunk. Igen. Jól van, gyerekek. Pákokám, elköszönünk tőled. Maradsz így a végéig? Maradjál itt akkor. Maradjál. Is nagyon szeret. Belefér még a beszóv, Zsülcikém? Belefér még a beszóv. Hát akkor mutatjuk gyorsan, mivel foglalkoztunk ma reggel. Jó? Én szerintem benne lesz. Mindjárt hallgassátok meg, hogy mi lesz a bestofban. Hát annyi minden lesz, hogy másatom mondani, hogy mi lesz. Jó, Rácz Andrással beszélgettünk az oroszországi helyzetről, illetve megkaptuk a vadonat új amerikai kakis átrat, szegény Jani ki is próbálta. Kis próbáltam, de beleszerettem. Eleinte távolságtartó voltam, de aztán beleszerettem. Így van, jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Na most nyilván a legfontosabb kérdés, amit te napon többször megkapsz, hogy mi lehet az oroszok fejében, mi lehet Putyin fejében. Mást kommunikál, mást csinál, közben a nyugati hatalmak, akik figyelik a mozgásokat és a frontvonalat, azt mondják, hogy csak átcsoportosítás, de semmiféleképpen nem kivonulás, közben azt mondja Putyin, hogy lehet, hogy Kijevet elengedik és keletre koncentrálnak. Te hogy ítéled meg az ő gondolkodását? Mi lehet a fejében, vagy mire koncentrál ő most leginkább? Figyelj, a háborúban álló országtól azt várni, hogy teljesen őszintén, transzparensen, trükközések nélkül kommunikál, ez szerintem tévedés. És itt Oroszország háborúban álló ország, mint ahogy Ukrajna is. Manővereznek azzal, hogy mit mondanak és mit csinálnak. Oroszország jellemzően úgy tárgyal a fegyverszünetekről, hogy azt, hogy éppen miket követel, ezt a katonai eredményektől teszi függővé. Másképp fogalmazva, ha éppen majd jobban áll a fronton, akkor több mindent fog követelni, ha pedig visszaszorul, vagy nem tudja elérni a céljét, akkor egy kicsit rugalmasabbá válik. És az, hogy kívül úgy nézhet ki, hogy össze-vissza beszélnek, ez szerintem ennek a stratégiának a része. Zajlanak a tárgyalások, de közben próbálnak előre menni a fronton, és ha ott majd erre jobb eredményeket érnek el, akkor még egy-két dolog felkerül erre a követelés listára. Lehetséges az, hogy mondjuk a béketárgyalások is az időhúzás egyféle formái? Tehát, hogy igen, egyszerre persze, erről szól a történet? Jobban álljanak majd Kijevnél? Pölö. Nem is annyira Kijevnél. Kijev az egy nagyon érdekes dolog, tehát ugye az ma már elég egyértelműnek tűnik, hogy Kijevet elfoglalni nem akarják. Tehát Kijevtől ott vannak 20-30 kilométerre, Kijevet elérik messzehódó tüzérséggel, elérik rakétákkal, de most úgy tűnik, hogy nem akarnak bemenni, és városi harcban tényleg utcára haladva megtisztítani, ehhez nincs elég erejük. Tehát nem akarják, viszont hogy nem tudják. Még, hát figyelj, hogy ha valamit biztosan nem tudsz megcsinálni, akkor normális életben nem is nagyon akarod. A lehetőségeknek és a vágyaknak nem baj, ha valamennyire összhangban vannak. De attól, hogy nem akarják elfoglalni, ez nem jelenti azt, hogy nem fogják lőni.
tehát rombolni, pusztítani, ugye tüzérséggel, rakétákkal, anélkül is lehet, hogy konkrétan bemennél a városba. A jó hír az az, hogy az látszik, hogy Kijevnél csökkentik a katonai jelenlétüket, átcsoportosítanak. Kijev egy kicsit talán fellélegezhet, tehát mondjuk az a veszély, hogy bekerítenék Kijevet, amit az ukránok ugye 4 hete próbálnak megakadályozni, tehát ez a veszély most elhárulni látszik. Előfordulhat az, hogy ez az orosz vezetés eljut odáig, hogy Putyin ellen fordul, vagy ez egész egyszerűen nem következhet be, tehát annyira csirájában folytanál, igen. Akár. Figyelj, elméletileg előfordulhat, minden vezetésnél elméletileg előfordulhat, hogy megpucsolják a vezetőt. De ha megnézzük az orosz történelmet, akkor ez nagyon nem gyakori. Tehát a legutolsó olyan vezető, akit puccsal távolítottak el, ez ugye Hruscsov pártfőtitkár volt. Én arra számítok, hogy előállna az a helyzet, hogy az orosz elit elég erős hozzá és elég elszánt, hogy megpróbálja megszabadulni Putyintól, mert mondjuk annyira sebezhető helyzetbe kerülne a gazdaság, vagy összeomlás szélére az ország, erre akkor sem a pucs volna megoldás. Ugye 2024-ben 2 év múlva elnökválasztás lesz. Az egy teljesen működőképes megoldás, hogy az elnökválasztáson az akkor már 72 éves Vladimir Putyin majd esetleg nem indul el. Pucsot csinálni rettenetesen kockázatos. Kettő kéne egy utód. Tehát ha elmozdítod az egyes számú vezetőt, akkor valakinek oda kell ülnie. Értékelhetik úgy, hogy pláne, hogyha igaz az, hogy tavaszra ennek vége, hogy ezt még éppen akár meg is nyerhetik. Ezen a ponton nincs értelme kockáztatni a puccsot. Hol látsz egy olyan kapcsolódást, egy olyan közös pontot, amivel ez mondjuk akár tavasszal véget érhet, mindkét fél számára előnyös kompromisszummal akár? Ugye, amit Volodymyr Zelenszky ukrán elnök mond, hogy ő területről nem akar lemondani, ez azt jelenti, hogy nem fogja beleírni az alkotmányba azt, hogy a Krím mostantól nem Ukrajna része, vagy Donyeck és Luhansk megye nem Ukrajna része. Tehát ilyet kimondani, aláírni nem fog. De attól, hogy nem mondod ki és nem írod alá, attól éppenséggel együtt tudsz vele élni. Figyelj, azzal, hogy a Krímet nem ellenőrzik, ezzel 8 éve tulajdonképpen el vannak. Ez nem egy jó dolog, de megváltoztatni úgyse lehet, megpróbálni megváltoztatni a tragédiát okoz, mert formálisan nem mondunk le róla, de tulajdonképpen együtt élünk azzal, hogy hát az, ott most éppen nem mi vagyunk jelekben. Kelet-Ukrajna kapcsán, hogy a két szakadár idézőjeles köztársaság az arra törekszik, hogy Donyeck és Luhansk megye egészét megszerezze magának, és ezt a célt Oroszország is magáévá tette. Hát addig biztosan nem ér véget a háború, amíg Donyeck és Luhansk megyéből ki nem verik az ukrán hadsereget. És aztán ez egy olyan dolog, amire már majd idézőjelben rá lehet ülni. Mivel Oroszország védelmi megállapodást is kötött ezzel a két területtel, ezért annak az esély, hogy Ukrajna innen ki tudná szorítani az orosz hadsereget, ez körülbelül nulla. Formálisan igényt tart rá, jogilag igényt tart rá, hivatalosan nem ismeri, hogy ez nem az övé, de valójában más választás ilyen meg fog tanulni együtt élni azzal, hogy ez nem az övé. Nem hiszitek, a gyerekek, kint mozog egy sátor, mint egy két lábon járó katonai sátor azok. Na milyen bent? Figyelj, nagyon jó pofa, még a buszra is várhatok szerintem benne ülve. Tehát simán el tudom képzelni magam, hogy ott ülök a 110-esnek a megállójába, és elmennek mellettem az emberek, és nagyon furán néznek rám, hogy ez mi lehet vajon. Találtam egyrészt egy WC papírtartót. Ne csinált, hogy csináltak egy tartót, őrület, nagyon jó. Van benne egy WC papírtartó, és mellette ott van egy angol nyelvű használt utasítás, hogy mit, hogy kell használnod. Oké, de hogy tolod le a nadrágodat, ha már rajtad van a sátor? Ahhoz fel kell állnod, vagy ülve fölállsz? Óriási, hogy mozog a sátor az erkélyen. Várjál, fogom a telefon, csak nem tudok egyszerre letolni a gatyámat is, meg pillanat. Kedves egészségedre! Hopp-hopp! De rettetesen szürreális, hogy mozog egy sátor kint az erkélyen. Egyedül vagy kint az erkélyen. Na most letoltam a gatyám, de tényleg letoltam a gatyámat. A szó legszorosabb értelmében. Profi vagyok. Egyébként nem kényelmetlen. Tehát jó a szék, kényelmes. Jön az inger, már indulj. És mondom, ami durva, hogy ez egy vízlepergető cucc. Fejedre támaszkodik maga a zsák, az a része kifejezetten kényelmessé teszi. Súlya nulla, tehát egyáltalán semmi súlya nincs. Ja, hogy leülsz a teteje, rámegy a fejedre, tehát a fejeddel tartod. Így van, igen, és tökéletes 360 fokos körben kilátok. Illetve hát, ahogy jeleztem, 360 fokos körben be is látnak, de hát ez mind, akkor visszaintegetek. De ez fesztiválra egyébként tökéletes, amikor például a nagy színpadon éppen Bobby Brown zenél például, akkor tök stílusosan egy kaki sátorral odaülhetsz balra a színpad mellé, és ott elvégezheted a kis dolgodat. Figyelj, teljesen
az egyfaj, én azt gondolom, hogy ez például sokkal kulturáltabb és civilizáltabb ez a forma, mint például az a szembeállós vizelde, amit kiszoktak szerintem rakni, ugye sokkal jobb, sokkal intimebb. Egyet sokkal, próbáljuk, még forgatunk egy Insta videót, hogy tedd már meg, hogy felborulsz. Hogy akkor mit látunk? Alulról belátunk a sát. Nagyon cuki vagy, csak csurom vízik minden, tehát hogy nagyon szélesebb felborulok. A szigeten megtörtént, hogy fellöknek. Na, jó. Figyelj csak. Na, borulj fel valamire. Megborulok magamtól. Jaj, bátros. Nem hiszem, mert felborult egy Á, én mondtam, hogy figyelj, rajtam nem múlik, érted? Én profi vagyok. Igen. Te ma reggel még nem gondoltad, hogy egy kakis háttörön fogsz borogatni. Hát hogy gondoltam volna? Hát hogy? Kultúrát a dolog? Sokkal diszkrétebb. Diszkrétebb. És te kilátsz a kis csíkom fönt? Tökéletesen. Nem lehet belátni, megnyugtatlak, én kimentem, nem látsz semmit benne. De vannak azért van egy pikantériája, hogy ott ülsz mondjuk tényleg valahol, mit, mert azért vagyok őszintén, ennek a városnak komoly problémája az, hogy nem találsz WC-t. Igen. Sokszor. Ezt az amerikaiak erre találták. A két fejlesztő srác ezt mondta, hogy ez egyszer kisegít, ha nagyon nagy a baj. Figyelj, és szerintem, hogyha már rutinos vagy benne, akkor tényleg az a típusú, ismeritek azokat a kis sátrakat, amik ugye a merevítőjük össze van egy tekerve. Igen, nyolcas alapban összefordul, és kész. És ennyit csinál, csak a zip! Föl a dobod a levegőbe, kész, és már kakilhatsz is. Tehát szerintem működik a dolog. Balázsi! A Rádió Egyen! Itt vagyunk, Jani elrohant közben már forgatni. Mi várok, még hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Így van. Csak várok. Tessék? Várok, krémesek csöcsökből, csak várok. Várok, ma várok van, hát szegényként ma megázik, de hát ez ilyen ma. Baktat majd fölfelé. Nem is mondta, hova megy ma, mit forgatnak, mondta neked? Nem. Oké, hogy várd, de hogy most mit vesznek? Gorcsi alá. Akkora érdeklődést látott mindig az arcunkon, tudod, hogy szerintem... Igen, Balázsék, hello, jó reggelt! Jó reggelt, Laci vagyok. Laci, olyan jót írtál nekünk, hát szerettük volna, ha te leszel a nap hallgatója. Hát, erről sajnos egy. Erről. Ugye beszéltünk arról, hogy mikor adjunk a gyereknek zseppénz, utaljunk-e kártyára, készpénzbe adjuk, mennyit adjunk, milyen keretrendszer között tegyük, azt írtad nekünk, én csak annyit költök, amennyit a bankkártyára küldenek, Laci 41 éves. Állóval. Jó, és anyukát küldi, vagy már munkahelyed, még ez nem mindegy. Igen. Hát a munkahelyben. Lackám, rögtük az SMS-en, szerettük, merre hallgatsz minket? Kiskunfélegyházán vagyok éppen. Jó van. Te vagy a naphallgatója, ajándékcsomag nincs, de köszi, hogy minket hallgatsz. Én köszönöm. Ciao, hello. Na, szia. Mi a recept? Már is mondom, de előtte egy friss hír, beszéltünk ma Bruce Willisről, ő pár nappal ezelőtt Arany Málna díjas lett, tudod, az a ciki kategória, és visszavonták az Arany Málnáját. Aha. Kínossá vált nyilván a bizottságnak, aki kiosztotta ezt a ciki díjat, így a betegség után, és akkor most visszavonták ezt a díjat, ez korrekt volt tőlük, szép volt. A mi receptünk is nagyon korrekt, és már fönn van a Facebookon, sült káposzta van, tudom, hogy most fölkapod a fejed, meg mindenki, hogy mit csinálunk a káposztával. Most próbáltam ki életemben először, megőrülsz, olyan finom, így egy kicsit meg is kell égetni magát a káposzta gerezdeket, ehhez van egy fantasztikus kakukkfüves tarja szelet. Nagyon gyors, egy fél óra alatt megvan az egész. Még neked is, igen. Látom az értem. Nagyon szép. Látod, ott sült káposzta. De jó, és ilyen zsírpapírba, abba sütöd? Aha, ilyen sütőpapíron. És krumpli hozzá. Nagyon jól néz ki. Úgyhogy ez a mi Facebookunkon fönn van, süssetek, főzzetek, egyetek, jó étvágyat, szevasztok. Így van, gyerekek, Jani forgat, ugye? Igen, de hétfőn lesz már, nem lesz hosszú forgatás. Igen, és aztán jön. Meddig esik, tudunk valamit? Igen. Oda az egész hétvégén? Nem, a holnap délutántól már egy kicsit legalábbis az eső alább marad, és egészen normalizálódik a helyzet, de essen csak nyugodtan legalább alszunk egy jó után. De figyelj, ez már elment csajozni, vagy mit csinál? Fogadjunk, hogy már fűz valaki. Persze, a kolléganők már bezárták az ajtókat. Biztos vagyok benne, hogy már fűz valaki. Pákorról beszélek, de el sem tudunk kell köszönni. A hülye kiment, már szerintem csajozik. Teljesen nem normális. Itt volt az előbb, de már eltűnt. Na, jövünk hétfőn, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek!